Hölgyeim és uraim, mint a Buék 92 című szilveszteri kabaré szabadon megválasztott konferenciéja, tudatom mindannyiukkal, hogy lélekben 15 millió magyar konferenciéja kívánok lenni. Tisztában vagyok azzal, hogy ez durva beavatkozás Románia, Szlovákia, Jugoszlávia, a Szovjetunió, Ausztria, Németország, Svájc, Spanyolország, Anglia, Ausztrália, az Egyesült Államok, magyarán az ENSZ belügyeibe. De mi a fenét csináljak, nincs olyan országa a földnek, ahol ne élne magyar. És ne hallgatna a szilveszteri kabaré. A magyar ember ügyes és élelmes. Amerikában például azt mondják, a magyar olyan élelmes, hogy mögötted lép be a forgóajtón és előtted jön ki. Én ezt annyival toldanám meg, hogyha hagynak minket nyugodtan üzletelni, lesz olyan is, aki úgy lép ki előtted a forgóajtón, hogy már rád is sózta az egész ajtót. Ez a magyar nem bosszúálló, sokkal inkább élelmes fajta. Ha már Ausztráliát említettem, az odavándorló magyarok egyik része utál dolgozni. Az egyik része. Hogy miből élnek? Egyszerű. Elgázolják egymást. És ez nem vicc. A biztosító társaságok észrevették, hogy az átlagosnál gyakrabban történik gyalogos gázolás bizonyos személyekkel, azaz a magyarokat sűrűbben ütik el. No nem nagyon, csak kicsit, de épp annyira, hogy a biztosító fizessen, aztán rüsztölnek a tettestár sofőrrel, aki természetesen szintén magyar. Persze ne menjünk rögtön ilyen messzire, innen az anyaországból jobb, ha a határon túli magyar kisebbséggel törődünk inkább, akikről sokáig megfeledkezett a Magyarok Világszövetsége. Ebben az új rendszerben már törődünk az apaország béliekkel is, külön minisztert kaptak. Méghozzá a legmarkánsabb, leghatározottabb és legerőteljesebb politikusunkat, Balázs, tudják, az ablakosat. Az imént azt mondtam, durván beavatkozom több állam, köztük Jugoszlávia és a Szovjetunió belügyeibe. Nagyot hibáztam, ugyanis ez ma már lehetetlen. Ennek a két fantomországnak jelenleg annyi ügye van, hogy már maguk is beavatkoznak saját belügyeikbe. Ezt a VB sorsolást is jól kifogtuk, nem? Egy csoportba kerültünk a Szovjetunióval és Jugoszláviával. A Szovjetunió szétesett, nem létezik. Jugoszlávia szétesett, nem létezik. Hogy a többieket nem verjük szét, az nem létezik. Itt van ez a Gorbacsov is. Hoppon maradt. Végtére is ő az egyetlen állam nélküli államfő. Mondhatni tárca nélküli elnök. A világ ugye attól fél, hogy a három új köztársaság között polgárháború fog kitörni, és esetleg bevetik az atomfegyvereket is. Szerintem semmi gond, Gorbi a helyén van, ki is jelentette, hogy az atomfegyverekért ő a felelős. Ekkorát még sosem bukott politikus. A Szovjetunió államfőjéből lett a mókusőrs atomfelelőse. Hölgyeim és uraim, ne felejtsük el, hogy az óév legnagyobb eseménye volt, hogy kimentek az oroszok. Ez az orosz mentalitás. Háromszor jönnek, mire egyszer mennek. Ne felejtsük el, annyira belejöttek, hogy már a Szovjetunióból is kimentek. Nem tudom még, hova juthatnak el. Eszembe jut nemrég, ahogy Kolozsvárot jártam, hallgattam két székely beszélgetését. Mondja az egyik, hogy hallotta. Mit? Fölütték az oroszokat a hódba. Mindet? Hölgyeim és uraim, azt javaslom, maradjunk a házunk táján, közelebbről Erdélyben. Ahogy mondtam, a közelmúltban Kolozsvárt jártam, és éppen akkor autóztam visszafelé, amikor az új alkotmányról szavaztak odakint. A mi rádiónk meg egyfolytában azt mondogatta, hogy gyér az érdeklődés. Nem csodálom. A határ magyar oldalán 10 kilométeres kocsisor állt, várva, hogy végre hazaengedjék őket szavazni.
Mikor hazaértem, magyar csanádon megálltam tankolni, bementem a benzinkút melletti kis ABC-be, ahol két kimerült hazai eladólány próbálta kiszolgálni a cukorkákra és csokoládékra mutogató, hazafelé tartó románokat. Láttam, hogy egyre ingerültebbek lesznek az eladó lányok, hát odaszóltam neki. Kislányok, miért nem tanulnak meg románul, elvégre belőlük élnek? Mire az egyik lány, tanuljanak meg ők magyarul. Milyen érdekes, gondoltam, pár órája még azt hallottam a pult mögül odaállt, hogy beszélj románul. Istenért se sikerült közös nyelvet találnunk. Néztem a mutogató románokat, és az jutott eszembe, ez valaminek a hasonmása. Igen, ugyanígy néznek ránk odaállt Ausztriában az osztrákok, ezek a szakadt, mutogató, hülye magyarok. Legfőjebb ők odaállítanak egy magyarul beszélő, innen importált kisebbségit, ha már belőlünk élnek. Kolozsvárt azért már európaiba hangulat, egyik dísztárcsámat lelopták, én már le is mondtam róla, de mire indultam volna haza, visszalopták. Rendesek voltak, nem? Nem volt jó az övékér, hát visszatették az enyémre. Mostanában, amikor gyakran halljuk, hogy megyünk Európába, nem árt, ha tudjuk, jobb, ha dísztárcsa nélkül. Egyébként én eldöntöttem, nem megyek Európába. Régi mániám, hogy Magyarországot kell olyanná tenni, hogy aki Európából érkezik, az itt otthon érezze magát. A fenébe az utazgatása. Jöjjön ide Európa, nem? Itthon legalább magunkat tudjuk adni, de külföldön... Figyeljék meg, odakint Európában véletlenül összefut két autós magyar. Szevasz, haver! Én is magyar vagyok! Te is magyar! További jó utat! Szevasztok! És a netán itthon futnak össze egy koccanással. A jó édesanyádat, te hülye buzi! Mintha másképp hatna ránk Európa jobbik fele, és másképp Magyarország rosszabbik fele. Ahelyett, hogy összetartanánk, fölszabdaljuk magunkat egy új, belső kis trianont kimérve magunkra. Én magyarabb vagyok, mint te, én magyarabbul gondolkodom, mint te, én nagyobb magyar vagyok, mint te, ez megy, és közben nem veszik észre, hogy ebből a mind te kisebbségből alakítjuk ki a többséget, közben pedig darabjaira hullik szét a vélt többségünk. Nem tudom, milyen kicsire kell széthullanunk ahhoz, hogy végre összetartsunk. Észre kell venni, hogy ránk figyel, és a tőkéjével ide tart Európa, és egy kicsit a világ is. Nem is ártana reklámozni, várja önt a magyar ház! Sajnos erre a hívószóra eddig csak az oroszok érkeztek meg. Tessék megfigyelni, az Európa ház tulajdonképpen már tele van. Velünk. A magyar ház még nincs tele. Velük. Nyitottak vagyunk. Tuti szórakozás, az Európa Parlament helyett nézzék a magyar parlamentet. Emlékezzenek rá, innen egykoron mindenki Amerikába akart vándorolni. Most meg Európába tartunk. Azt nem tudom minek. Mikor bizonyíthatóan itt van nálunk az egész világ. Éppen csak le kell menni a Marx téri aluljáróba vagy a Blahába, ott megtalálható az isztambuli bazársor, a nagyváradi piactér és a híres arab és perzsa vásár. Odafönt elég egyet sétálni, és már is Chicagóban vagyunk, és elég belenézni a Kónya Petővitába, tiszta Szicília. Én már azon sem csodálkozom, hogy New York lett Budapest testvérvárosa. Akkor hát néhány szóta a főváros új édes testvéréről. New Yorkban figyelmeztettek bennünket, hogy a szállodában ne hagyjunk se pénzt, se más értéket. Hogyha lemegyünk az utcára, ne vigyünk magunkkal se pénzt, se értéket. Hogy a leparkolt kocsiba se adjunk pénzt és értéket, hogy a liftben ne szálljunk be egyedül, hogy a föld alattin utazunk úgy, hogy nekitámasztjuk a hátunkat a kocsi falának. Hogyha valaki pénzt kér tőlünk az utcán, legyen a zsebünkben 5 dollár, azonnal adjuk át, mert másképp ott hagyhatjuk a fogunkat. Hogyha a pirosba le akarják mosni a szélvédőnket, hagyjuk, mert a gipszelt kéz nincs eltörve, csak szélvédő betörésére van bekeményítve. Hogy az ajtóablaka legyen fölcsukva, mert volt már olyan, hogy bedobtak egy tök ártalmatlan kígyót, a nő kiugrott, és a kocsi tolvajnak már csak egyesbe kellett kapcsolni. Szóval mit mondjak? Ez a város a mi testvérvárosunk. Zsák megtalálta a foltját. De hogy ne csak rosszat mondjak New Yorkról. A városban élőknek nem kell drága pénzen Szingapurba utazniuk, csupán sétálnak egy utcahossznyit, és mintegy 5 utcányi területen megtalálja a szingapuri negyedet.
Újabb pár utcát sétás, megtalálja a kínai negyedet, megtalálja Bombét, vagy akár Budapestet is, ha kiköt egy magyar negyedben, ami mostanában már lehetséges. Ez az óriási New Yorkban. Itt megtalálható az egész világ. Negyedekben. Én azt hiszem, ez Budapest jövője is, főleg, ha tanulni fogunk a nagy testvértől. Mi több? Ez az ország jövője is. Befellegzett az utazás irodáknak, itt az országban a világ minden része megtalálható lesz negyedekben. Természetesen lesz kínai negyed, stb., de lehetne csinálni például egy székely negyedet is. Így aztán annak, aki Erdélybe akar utazni, nem kellene az ország határon kívülre mennie, mert az ország határain belül megtalálható lesz az erdélyi negyed. Vagy ha például felvidékre utazhatnék, nem kell messzire mennem, ezt is megtalálhatnám határokon belül. És a Kárpátalját, vagy a Vajdaságot akarom bejárni, elmegyek az országnak abba a negyedébe, ahol Kárpátalját vagy a Vajdaságot találom, és így határon belül juthatok el oda, ahová eddig csak útlevéllel tudtam. Nos kérem, ez már a jövő Európája. Nálunk nem csak Európa lesz, hanem a teljes világ. És akkor puszta vacs lesz a világ közepe. Isten hozott mindenkit puszta vacson. Elmúlt fajtás! Hely, te mióta képviselők lettünk, nem is láttalak. Hát, hogy vagy, fajtás? Hogy ittyek a fityek? Na. Semmi fityegés. Átrább az egerekkel. Na miért, beléd meg mi ütött, fajtás? Mi ütött? Még a prehendáltam. Mit csináltál? Pipás vagyok rád, na. És legszívesebben egy akkora, de egy akkora... Na, Tóni! A te is krahácsi, én is krahácsi. Te is kis gazda, én is kis gazda. Hát ez az. Visszasompordálni a torgyán Jóskáhon, mi? Csípjük a kis emesét, he? Miféle emesét? Hát az ugrint. Na. Különben minek sompordáltál volna vissza, mi? Hát azért, mert én igazi kis gazda vagyok. Jaj, ne csináld, Berci, mert mosolyra torzul a pofám. Hiszen te a tarhonyát is négyzetesen akartod vetni. A ló herére meg azt hitted, hogy a tenyészmény fődarabja. Hát akkor ki az igazi kis gazda, mi? Tán te vagy az, Tóni. Hát ki más lenne? Tudod, mi vagy te, Tóni? Nem kis gazda, kis gizda. Méghozzá... Igenis, hogy én vagyok az igazi kis gazda, méghozzá hetedízig le... Menj már, Tóri, mert kigúnyullak. Amikor már nagyapád is főállásban a harmóniumot pumpálta a plebánián. Tudod, mi vagy te, Tóri? Egy eretnek, egy szakadár, egy osztályidegen. Elszakadtál a történelmi magtól, csőbe húztátok a népet. Ti pedig karóba. Hatak vért inni, karókat leverdesni, mi? Frakció vagyont elhapponyi. Igen, és hogy ti csak lisztáltok el. Különben a miniszterelnök is minket támogat. Mi? A miniszterelnök is tévedhet. A soha, még értetted? Soha egy krahácsi gyerek. Tedd bura alá az eszedet, Tóni. Már hogy lenne krahácsi gyerek a miniszterelnök? Az ősei igenis krahácsiak voltak. Templomba te is láttad a szobrot? Rá van írva, Páduljai Szent Antall.
méghozzá két ellel. Hogy két ellel? Két ellel, mert múlt időben van írva. No. Most kibújtasz a gazságból. A miniszterelnököz dörzsölőt, mi? Te reformkommunista, te! Te keresztlegény, te! Te pufajkád! Hitlerjugend! Te vigyázz! Tóri, te! Mi is oda marhák is vagyunk, főleg te. No. A végén még átharapjuk egymás gigáját. Hát, nincs a nélkül is elég bajom, szerencsétlen árvok is megyénknek. Mi lenne igazos gondolom? Nyomja a krahácsot. Nyomnak bennünket, nyomnak. Tőli, erre már iszunk. Meghúzod. Micsoda veszély. A gömbőlóját. Éj, de finom. Ha még a fogam is kiesik tőle. Hát ahhoz mit szólsz, hogy nálunk kisgazdákról már ételt is neveztek el. Ezt csinálja utánunk a nyugodt erő. Étel? Miféle étel? Réteg ételt, pajtás. Arisztokratáról, Eszterházi rostélyos. Értelmiségiről, Jókai bableves. Kisgazdáról? Zsíros kenyér. Na te, ha én ezt megmondom a zsíros Gézának, az ülepit verj a főthöz örömibe. Hanem te, mi újságod a haza? Mikor jártál utoljára Krácsba, kumár? Hát nézd, amióta képviselőjük vagyok ritkábban. Természet. De megindultám, oda le is a fejlődés, méghozzá piszkosul. Tudod, mi lesz a művelődési ház, Helin? Csak nem masszás szalon. Már oda egy bérletre az én is beszállni. Az eszett okja, fasírcsárda, hamburger büfé. De viccelj ma, aztán kicsinálja. Kicsinálná, régi krahácsi gyerek. Hát a McDonald. Betsy. Na. Én azt mondanám, hogy csinálj már sötétet, az borogasd az agyad egy kicsit. De tisztára miért budjantál? Már hogy lenne a McDonald krahácsi? Hát Tóni, neked sose volt valami nagy eszed, de azóta is töpörödik. Emlékszel az öreg Meg Zsiga bácsira a Tudar Düllőr? Éppen, hogy ne emlékeznék, hát angol uriszabó volt, a bérmaruhámat is ő csinálta, a most is azt viselem. Minden rendszerváltáskor ezt veszem. Na, hát Meg Zsiga bácsi 56-ba kiment Amerikába. És a Donald az ő unokája. Miféle Donald? Hát miféle Donald lehet egy megkunoka, Tóni? Hát természetesen McDonald! Oho, szóval szerinted akkor krahácsja McCartney és a McEnroe is? Hát világos, szapor a család! Ha nem tudod, mit kéne csinálni, hogy feldobjuk ezt a mi kis árva megyét? Szerencsétlen boldogtalan krahácsot! Mit kéne csinálni? Na. Hát én már kisütöttem, Tóni. No. Ugye most mindenki privatizál. Ja. Tudod, mit kéne privatizálnunk? Hát a parlamentet. Ezt a parlamentet? Ja. Te mit adsz érte, Berci? Én semmit. A tied? Pajtás, húzd meg, kovább! Nem húzom. Tudod mit? No. Mégis meghúzom. Húzd meg, pajtás! A parlamenti hatpárt békés, boldog barátságára. De te már négy ákomán, mert kezd teljesen elmosódni az arcod. Hát akkor mit csináljunk? Hogy mit csináljunk? Danoljunk, Berci! Kedves édesanyám, kösse fel a kendőt! Úgy kívánjunk nekünk,
boldog új esztendő. Hogy cincsunk hát minden pártnak hűfiával, s létrejön az egység, csak győzzük fiával. Hölgyeim és uraim, a közelmúltban hallottam valahol, hogy egy német városban akkor választanak új polgármestert, ha a meglévő városatya kiáll a városháza erkélyére, és odalent a tömeg nem látja a fejét, mert nem fér oda a korláthoz. Ugyanis ez azt mutatja, túl nagyra nőtt a hasa, túlzottan megszedte már magát, illő lenne leváltani, és mást választani a helyébe. Okos döntés, bár hülyék hozták. Mert ugye, aki pocakosra hízdalta már magát, az jobban már alig ha fog elhízni. Ha pedig megválasztanak egy gírhes, csupacsont polgármester, ki vannak téve annak, hogy az is hájasodni akar. Szó se róla, ezzel nem azt akartam mondani, hogy hagyni kellett volna az előző rendszer vezetőit, de lett volna benne ráció. Én bizony adtam volna a régieknek is melót, ha már eddig nem csináltak, legalább most leselkedjenek neki. És úgy is megszedték már magukat, kár lenne elhessegetni őket. Hogy érthetőbb legyek, csak semmi akasztás, semmi boszorkányüldözés, legyünk úriemberek, adjunk meg az átkos múlt vezetőinek is mindent, de csak úgy, csak annyit, mint mindenkinek. Valósítsuk meg számukra az általuk elképzelt kommunizmust. Biztosítsuk számukra a munkához való jogot, mint kötelességet, és persze a hozzá passzoló szocialista nagyságrendű fizetést, de csak úgy, csak annyit, mint mindenkinek. Az állami világból költözenek előbb albérletbe, majd 20 év lakásra várás után valamelyik lakótelepre. De csak úgy, csak olyanba, mint mindenki. Kaphassanak OTP hitelt bútorra, tévére, hűtőre és mosógépre, tisztességes kamatért, csak úgy, csak annyiért, mint mindenki. Fizessék meg a lakbért, a vízdíjat, a gázdíjat, a villanyszámlát és a fűtést elérhető áron. Csak úgy, csak olyan áron, mint mindenki. Maradjon pénzük utazásra, kirándulásra, szabadidősportra, színházra és mozira, könyvre és hanglemezre, csak úgy és csak annyi, mint mindenkinek. Asztalukra mindig jusson friss kenyér, fölvágott, szalámi, bor, sör, konyak és tej, csak úgy, csak annyi, mint mindenkinek. Ezek után legyenek vidámak, boldogok és optimisták, csak úgy, csak annyira, mint mindenki. Tudom jól, ilyen szigorú büntetést nem fognak kapni. Ha országgyűlés van tévéműsoron, kézbe fogom én a söröm, de magamra is öntöm az egészet, mert néha úgy kell röhögnöm. Kicsit borostás a nagy paterom máma, kicsit reászált az étényi takács, kicsit pártag volt szegény, nem AVH-s verőlegény, most mégis emelt fővel lépnek rá. Készülj a hosszú perre, kedvesem, mert feljelentettelek szentesen. A pártitkár halálakor rád hagyott 18 kiéhezett párttagot. Megmondtuk előre, Surányi bácsi, repülsz, ha azt mondod a kormánynak, hogy ácsi. Bámul a pénzvilág, nem érti senki, hogy lehet a helyedre pont Abot Pétert tenni.
Ha ki is gazdag lehetnék, a párból bárkit kizárnék, vidáman, vidáman. 1 milliót adhatok, ha találsz rólam adatot, a listában, a listában. Jöttem, láttam, győztem, ismerj meg engem, eddig ember voltam, de most már inkább nem. Patak, vér és hűség, nyilatkozatok. Én nem hiszem, hogy normális vagyok. Két éve gyanútlanul lementem te ér, így lettem véletlenül szoctem pártvezér. Az irodáim néha feltörettetem, lefújom gázzal, aki nem tetszik nekem. Soha nem voltunk mi a pártzák, a pártázunkat bezárják. Ami volt, az lesz újra belőle, kuplerány nyílik benne jövőre. Veled egy osztályba járhattam. Tararup, tap, tap, tararup, tap, tap. Így magas poszthoz juthattam. Tararup, tap, tap, tararup, tap, tap. Hozzád nőttem, ez a fő. Tararup, tap, tap, tararup, tap, tap. Mint Toldihoz a malomkő. Tararup, tap, tap, tararup, tap, tap. Hálás vagy, mert elég gyakran az uzsonnámat neked adtam. Ó! Kemény magyar rendőr vagyok, a lábaim azért nagyok, a banditát intenzíven kergetem. Ne kérdezz az URH-mról, motort loptak a ladámról, hangos bemondóval hirdetem. Várhatsz rám, tettesem, barbur kombin érkezem, tankolok, mert elfogyott a benzinem. Várhatsz rám, tettesem, lábon lőtt a kedvesem, na egyezzünk ki, döntetlen legyen. Nehéz a kocsid, mint egy ólombánya, legfeljebb nem emelgetem. A súlyadóra a jövő évben a gatyám ráfizethetem. Most az év eseményeit kommentálja a szerkesztőség képviseletében Peterdi Pál. Magyar tolvajbandát tartóztattak le Bécsben. Lám, mégis eljutottunk Európába. Egy debreceni nyugdíjas beleharapott egy rendőrbe. Cuki falat. Rendőrségi cáfolat. Nem lesz nemzeti színű gumibot. 3 hónap a házasulandók várakozási ideje. Jóslatunk, több lesz a 6 hónapra született gyerek. Panasz a történészekre. Többet foglalkoznak az 50-es évekkel, mint az 50 évesekkel. Pályaválasztási tanácsadás. Ne menj, fiam, bádogosnak, inkább menjél hoddogosnak. Mai apró hirdetésünk. 1992-es életszínvonalat adok 1991-esért ráfizetéssel. Tanácsunk elhízás ellen. Aki dolgozik, az se egyék. Piaci jelentés. 7 forint a tojás ára, vigyázzon a tojására. Felemelték a keserű víz árát. Szégyen a futás, de drága. Újabb benzin áremelés várható. Várja a Radai Rosszeg.
Fél konvertibilis lett a pénzünk. Dollárért már lehet kapni forintot. Jövőre konvertibilis lesz a forint. Újra adnak érte lejt, rubelt és tugrikot. Drágább lett a pálinka. Butuljon olcsón, nézze a parlamenti közvetítéseket. Egy szociológus véleménye, Tordján megválasztása rontja a parlament tekintélyét. A mi csodája? Tordján József kijelentette, ha kell, az élre állok. Nem kell. Az ülésszakról sok képviselő hiányzik. De nem nagyon. Demszky Gábor találkozott a miniszterelnökkel. Személyi sérülés nem történt. A népszerűségi listán 15. Antal József. Mivel törhetett így előre? A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a koalíció sok mindent kibír. Viszont sok mindenki nem bírja ki a koalíciót. Antal József véleménye szerint egy ember nem viheti el a balhét. Egy balhé viszont több embert is elvihet. Heti rejtvényünk. Miként lehetséges, hogy hova tovább már mind a 10 millióan ott voltunk lakitelken? A fővinform jelenti a kormánynak. Majdnem minden út járhatatlan. Kínos Baki. Horváth Blamás tárca nélküli miniszter. Mégsem utazik Csurka Izraelbe. Már megint a zsidók járnak, jó? Nem a Vatikántól tudjuk. Az idén rövidebb lesz a farsang, és hosszabb lesz a bőg. Javítják a Balaton vízminőségét. Bort öntenek bele. Lenin mondta, hogy a kommunizmusban megszűnik a pénz. De azt nem mondta, hogy utána mi lesz. Kifosztották a moszkvai élelmiszerüzleteket. Az anyagi kár jelentéktelen. Nem fizet a magyar árukért a Szovjetunió. Esetleg kicsi robottal ledolgozhatnak. Mik a viadalt akarnak rendezni a Szovjetunióban? Ne vesszen kárba az a sok vörös posztot. Az Egyesült Államokból a Szovjetunióba menekült egy férfi. Reméljük már jobban van. Moszkva megszigorítja a magyar határ átlépését. Ez 35 évvel ezelőtt is eszükbe juthatott volna. Orvosi jelentés a Kremlből. Gorbacsov elvtárs teljesen egészséges, csak gyengélkedik. Vízum nélkül utazhatnak egymáshoz oroszok és románok. Azt sem tudjuk, melyiküket irigyeljük jobban. Népszavazás Csehország és Szlovákia szétválásáról. Lassan mi leszünk Kelet-Európa legnagyobb ország. Bujék! Kissé átigazítva. Kevesebb bort, kevesebb búzát, sokkal több béketűrést. Mint az közismert, január 6-án új műsorrend indul a Magyar Rádióban. Most hallgassunk bele a jelenbe. Következik Magsa Zoltán és Ihos József. Jó estét kívánok, itt a Danubszó Rádió.
3:45 és indul délelőtti vetélkedőnk innen Pest Hidegkútról a Fáros Intim Center melletti vastelepről. Beszélgető partnerem a tulajdonos, Szabó Géza. Hát mit tudna ajánlani az ide betévedő vásárlóknak a telep kínálatából? Mert kérem, a karácsonyra mi is gondoltunk, nagyon szép osztrák fenyőfa díszeink érkeztek 50, 100 és 200 kg-os kivitelben. És amit látja, folyamatos az áruszállítás, itt most érkeztek sérült Volkswagen karosszéria elemek a Mező Imre út Kőbányai út kereszteződéséből. És ezen kívül mi vonza még ide az embereket, hogy ilyen sokan vannak a telepen? Két elektromágnes. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kezdődjék a mai játékunk. Telefonszámunk 547-32-134-26-42-4-es. 54-es mellék. Ezen a számon üzenetrögzítővel játszhatnak. De van egy másik számunk is, ami a szomszédban csöng, mégpedig a 7-18-82-5-3-26-48, ahol Giulia várja a masszíroztatni vágyók hívását. Ez egyébként egy K-vonal. Tehát, halló? Van már valaki a vonalban? Halló? Igen, özvegy Szabó Balázsné Budapestről. Örvendek. Megengedi, hogy Piroska néninek szólítsam? Igen, ha bár Luisa vagyok. Teljesen mindegy. Piroska néni, hány éves tetszik lenni? 84. Akkor gyorsan mondom a kérdést, legyen még ideje válaszolni, jó? Jézus Mária, ne haragudjon, tényleg 84 évet mondott? Igen. Akkor nyugodtan tegeződhetünk, te vagy az idősebb, szervusz. Apu, anyu ott van veled, vagy egyedül játszol? Nem, egy fiatal pár van itten, tartást kötöttek velem a lakásért. Tudsz-e fütyülni, mint a kukta, Piroskalin? Tudok. Na, figyelj ide, ha még hármat fütyülsz, bemondom a pontos időt, oké? Moszkvában 5:30 van. Na. Jön a következő feladat, figyelj jól. Egy 30 méter hosszú menetoszlop halad az úton, hátulról egy motoros egy parancsal előre megy az oszlop elejére, átadja az üzenetet, és azonnal visszamegy az oszlop végére. Hány méter tett meg eközben a menet? Hát csak satszolni tudok. Na, satszoljál, Piroska, nyugodtan satszoljál. Satsz. Nagy. Sajnos lesatszoltam a szoknyámat. Hát. Kitűnő volt, jó, hát. Mondom már is a nyereményt, kérlek szépen egy félnapos világkörüli utat nyertél. A Buktatúrsz ajándéka. És hát vendéglátóktól a Vasteleptől Fejes Endre Rozsda temető című művét. Köszönöm szépen, gratulálok, kérem a következő játékost. Halló! Halló, jó estét kívánok! Havernyák István, hegyi mentő vagyok Kardáhegyről. Már is mondom a kérdést, kérem szépen, hány holdja van a Jupiternek? Na, mit tudom, én nem vagyok is gazda. Tudja, mit, én elfogadom a válaszát, mert kollégáim itt integetnek, hogy ön valóban nem kisgazda. Már is jön a jutalom. Három nagyon szép könyv közül választhat, mondom a címüket. Monte Cristo grófja első kötet, második kötet, harmadik kötet. Kérek egy másik játékost, halló? Halló, Szekér Illés Iszkabelekből. Foglalkozása? Kisállattenyésztő. Egyedül játszik? Hát tulajdonképpen nem, már a kecske valahogy bejött a szobába. Menj ki, na, menj ki! Megpróbálok a maga agyához való kérdést kotolni. Megvan. Kérem szépen, milyen volt Kolumbusz tojása? Melyik? Mármint, hogy melyik Kolumbuszé? Melyik az idősebb, mit tudom én? Nem tudom. Na.
Helyes a válasz, én sem mehetünk tovább. Bocs, nem a kecske súgta véletlenül, csak ugye. Humor kedvér. Van autója? Van. Na, azt ma éjjel az Orgován GMK ingyen ismeretlen helyre szállítja. Gratulálok. Kérem a mai utolsó játékosunkat. Haló? Jó estét kívánok, dr. Kaszakő Mário ügyvezető igazgató. Megönd, akatlos egy gyermek mondóka jut az eszembe a nevéről, de ezt hagyjuk majd a gyerekvetékedőben. Kérdésnek. Egy másodperces hangbejátszást fog hallani, mondja meg, kit vagy mit hallott. Hát csak találgatni tudok, esetleg csőtörés a Nagymező utcában. Sajnos nem. Ja, megvan csőtörés a Petőfi Sándor utcában. Hát ez sem jó, de lejárt az időn. Kérem szépen, ön egy részletet hallott Kossuth-Ceglédi beszédének eredeti hangfelvételéből. Viszont hallásra köszönöm a játékot, mielőtt a hallgatóktól is elbúcsúznék a múlt heti közönség rejtvéről néhány szót. Talán emlékeznek még rá, hogy egy ábrát mutattunk a rádió hallgatóknak. Melyen egy emberi fej és alatta egy grillcsirke volt látható. Akkor elmondtam, hogy a megfejtés egy négy szóból álló kifejezés lesz. Rengeteg megoldást kaptunk, de helyes válasz egyetlen levélben sem volt. Így a jutalom az ingyenes vakbélműtét a János kórházban. Megmarad a jövő hétre. A helyes megfejtés pedig búcsúzóul emberi fej alatt grillcsirke lett volna. Viszontlátásra. Ha három ember beszélget valahol, ott biztos, hogy politizálnak. Ha három ember beszélget a tévében, két reklám között, ott épp betömik a műsorban lyukas a maratórát. Ezért is lyukas óra a címe a tévé idén indult irodalmi műsorának. Most ebből a lyukas órából fognak lyukas perceket hallani a műsorvezető Szombati Gyula, vendégei Gál Völgyi János. Ha szilveszter tocsogós, a káposzta meg lucsogós, írja lélekmelengető versében Sólya Gáspár költő. Bizonyítandó, hogy a magyar irodalom hófötte ormain otthonos a móka, a kacagás. Mai szilveszteri lyukasóránkat a humor, a móka, a kacagás önfelett exemplumainak szenteljük, és amint itt a kamera, mint egy végigpásztáz az asztalnál ülőkön, láthatjuk, hogy csupa bohókás ember, irodalomértő ember, huncut mosolyú poéta ül itten körbe. No meg igazán vérbeli, humorteli színészünk, Holácsai Gyuszi, aki majd a tőle megszokott vidámsággal fogja előadni a magyar humorirodalom könnyű gyöngyszemeit. Tőle balra ott, felkötött kézzel, Sújtás Pál bányász költő. Kívánok. Mellette ki ne ösmerné Hollauer Emőkét, a Cirmos Cica Lógó Farka című gyermekversek játékos tollú szerzőjét, akinek Freud bácsi Büdös Pipája című vidám verses kötetét hamarosan láthatjuk a népszerű Tanga bugyi sorozat. Nyitó kérdésként talán azt beszéljük meg, hogy szereti-e a magyar író a szilvesztert? Palikám. A francsokat. Utáljuk mi a szilvesztert, mint a büdös bogarat. Ahogy Pácsai Mór írja a századfordulón, fölírtam magamnak, azt mondja, szilveszter, szilveszter, sújtasz engem keresztel, fájdalmam oly hatalmos, egy hétig vagyok másnapos. Ha, 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 ha. Minő gyöngyszem. Ha szabad közbe szólnom. Tessék. Érdekes, Moritz bácsit én nagyon jól ismertem. Magam aranyoztam be Moritz bácsi, hát, hogy úgy mondjam, utolsó napjait. Mondhatni kívülről fújom Pácait, erre a versen mégsem emlékezem. Valahogy. Viszont emlékezzünk csak Véreroeros Soándor játékos soraira,
melyel a szilveszterről emlékszik meg, gyuszikám, hadd szüremkedjék át interpretáló művészetet tészta szűrőjén. Eme neme sorok, olvasd! Pitt palattyul a fajtmakas, sziszegat a réja. Körülötte munkásőrök pufajkás karéja. Szilveszterre ünnepelnek, durrog a petárda, biztosan sok babot evett a munkás dalárda. Tehát ebből, mintha az derülne ki, hogy az igazán nagy költők szerették a szilvesztert. Még a nagy világégések alatt is szakítottak maguknak időt, hogy köszöntsék az új évet. 1944 szilveszterén írja az óvó helyen Józsika Tamás. Ímé itt hát a végnap, fordul az év kereke, ne gondolj hát most bele, tölts, felejts hát mindent. Tölts, 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 és lőj az anyád mindenit, mert jönnek az oroszok. Bocsánat, hogy közbeszólok. Józsika Tomit is nagyon jól ismertem. Hát ő ilyen volt. Töltött és lőtt. Emlékszem, egyszer a Hűvösvölgyben lőtt nekem egy pártszolgálatos őrmester. Most, hogy így már ilyen jól érezzük egymást. Nekem is lenne egy idevágó versem. Ne haragudj, kedves palikám, szilveszteri tematikájú. Hogyne, nagyon vidám szilveszteri vers. Hát akkor, ha belénk fecskendeznéd a ma bohókás sorokat. Kérlek szépen, akkor olvasom. Bányalég, bányalég, nekem ebből nem elég. Ceruzámból ennyi maradt, mit csinál egy verhép. Na, ho-ho! Szép? Ho-ho-ho. Ugye szép? Minő literatúrai magaslat, de... Na most... Szép gondolat. Mély értelmű. Mély értelmű. Tagadhatatlanul mély értelmű, mert hogy jövőre már nem ugrálunk, meg minden eféle. Kitűnő. Folytassuk a szilveszteri huncutságok végtelen sorát. Folytassuk. Azzal, hogy mi? Jaj, ez nem lehet. Most mutatják, hogy elment nagyon az idő. Dekár. Mennyi van még a puttonyunkban? Az enyém tele van. Csupa irodalmi vidámság, a magyar író élni akarása, meg mindent. Nem lehetne kapni még egy órát. Nem, nagyon sajnálom. A fene, na mindegy. Legközelebb Farsangra fogunk jelentkezni, a magyar irodalom mókás, sirató énekeit gyűjtjük csokorba, Vihog a gyászoló tömeg címben. Búcsúzóul Holácsi Gyuszi mond el egy mosolygós szilveszteri versikét kortárs Géza hagyatékában. Igen. Nyikorog az óesztendő, fordul a kereke. Nyikorog a babám is, mert nem lehet gyereke. Mennyikorök, kedves rózsám, teszünk mi majd róla, Erzsébetkor Cejzel Bandi felül majd a lóra. Sokan aggódnak a magyar nyelvért. Úgy gondolom, fölösleges az aggodalom. Mert amíg a magyar rádióban egy magyar író magyarul beszélhet, addig itt nincs semmi gond. Következik Timár György. Neomagyar kiszámolós. Shopping, center, tender, barter, nightclub, creep show, software, hardware, passzer, smasszer, vekker, cekker, Rambo, itt is, Schwarzenegger. Disco, holding, clearing, passzázs, make-up, hold up, pornó, masszázs, nepper, bamzer, tróger, tréner, bowling, kontó és konténer, script és muster, svenk és nit, Isten hitként top ten hit, know-how, playback, pub és flirt, striptease, computer, t-shirt,
Colger, Yuko, Tatami, Oldtimer Car, Big Money, Performance is Happening, Chewing Gum with Peppermint, Image, Hamburger, Leasing, Cheeseburger és Marketing, Hot Dog, Víz és Management, Walkie Talkie Second Hand, Barbecue és Love és Kiss, Ombudsman és Show Business, Stuart Hostess, Hoss és Best, Strass és Stress, és Juice és Jazz, Bingo, Bongo, Flip Flop, Flipper, Lotto, Paster, Flitter, Bitter, Zsíró, lektor, cenzor, szenzor, fax és telex, diszkont, szponzor, go-kart, rally team és blackjack, meg egy snack, hol stacket esznek, joker, poker, Johnny Walker, mixer, bruttó, netto, broker, tanga, midi, hanky tank, skinhead, hobo, hippie punk, gulasparti, babysitter, bagger, setter, donner, vetter, gangster, mobster, horror, furor, sweater, kókler, terror, zsűror, pettingájer, májer, frájer, libero és mervertstájer, kupon, zseton, krupier, self-service és disc jockey, slogan, trafipax és slalom, priznitz, resort, beauty salon, beach boys, rolling stones és beatless, playoff, aerobic és fitness, breakpoint, underground és dropshot, heavy metal, hard rock, pop rock, derby, hobby, lobby, floppy, don't worry, friends, but be happy, import, export, apport, rapport, iszom a beat, rúgom, apport, fish and chips és chip és clip, spray, volumen, partnership, Jäger, Fószes, Lager, Elvi, Thriller, Filter, Márka, Service, Comeback, Hendrix, Perikómo, Semikontakt, Kendo, Sumo, Kickbox, Taekwondo és Squash. Magyar szívem, elnyughass. Rádió! Rádió! Infláció! Itt a rádió infláció, a 19, 21, 31, 41 és 49. A jövő heti lotószámokat hallották. Jó reggelt, jó napot és egyben jó estét kívánunk. Az ötödik sípszó gazdasági okok miatt elmarad, és sajnálattal közöljük, hogy holnap már köszönés helyett csak integetni fogunk. Most pedig a Meteorológiai Intézetből ifjabb Paprika János jelentkezik. Halló Jancsi! Halló Jancsi, jelentkezik! Igen, igen, meg vagyok, kérlek szépen, jelentkezem. Mi újság, meséld el a kedves hallgatók. Kérlek, esik az eső, süt a nap, ennyi. A többit majd mosogatás után. Útinform. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a sikló nem működik, mivel az állatvédők által odahordott rengeteg béka beszorult a fogaskerekek közé. Továbbá az M7-es bevezető szakaszán is nagyon nagy a torlódás, itt ugyanis csoda történt. A szemtanúk állítása szerint az Osztyapenkó szobor megszólalt, és csak annyit mondott, 40 évig álltam, most már ledőlök egy kicsit. Rádió! Rádió! Infláció! Itt a Rádió Infláció, kedves hallgatók, még mindig a műsor ideje alatt állandóan hívható az összes budapesti és vidéki telefonszám. És már is bemutatom eheti stúdió vendégünket, aki nem más, mint Piri Ferenc, a pénzügyminisztérium főmunkatársa. Itt van a kezemben az első hallgatói levél. Igaz-e, hogy lesz Máté Szalkán 1996-ban világkiállítás? Kérem szépen igaz. Annyi különbsége, hogy nem Máté Szalkán, hanem Kazinc Balcikán, és nem világkiállításom sógoromnak az esküvője. Kulturális ajánlataink. Két skifi kötetet ajánlunk figyelmükbe, kedves hallgatók. Elsőként Lakatos Kálmán, Holnaptól elmegyek dolgozni című fantasztikus kötetét. Valamint Treton Judit, Hogyan hagytam el a testemet alsó szoknyával együtt a Moszkva téren. Reklám! Ha így szól, akkor ütövegettem a fejem. Ha így szól, akkor a gitáromat ütögetem. Most pedig kapcsoljuk a inflációs rádiókabaré műsorát. Te erről eszembe jut egy jó skót vicc. Figyelj, két skót megy az utcán, a kocsmához érdek. Az egyik megkérdi a másikot, te iszol egy sört. Igen. Másik azt mondja, igen, de akkor siess, megválok. A Falu Rádió műsorát hallották.
A világ legrövidebb blúzaiból. Szerkesztette Sinkó Péter. Großmutter, Idestova, Stoki, nikto ne hát szuszulját, az csevapcsicsa. Kedves hallgatóink, nemzetiségi műsorunkat hallották. Szervusz, Béluskám! Ezer éve nem láttalak. Hú, de jól nézel ki. Milyen szép zakód van. Így láttam, Bartókot című műsorunkat hallott. Rádió! Rádió! Infláció! Reggeli krónika. A Magyar Tudományos Akadémián ma kezdődik a környezetvédő nőgyógyászok világtalálkozója. Központi téma az ózonlyuk tágulása. Déli krónika. Az év kábítószer fogása Kolumbiában. A bolíviai származású Balogh Vince föld alatti laboratóriumában több ezer liter almabor kivonatot találtak. Kedves hallgatóink, mára búcsúzik a rádió infláció, későre jár. Gondoljanak a szomszédokra, a Guldenburg családra, és ahogy a nagy Beethoven mondaná, a viszont hallásra. Kedves hallgatók! Fogalmam sincs, hogy most van mozgósítás a honvédségnél, vagy nincs. Egy biztos. Valami mégiscsak van, mert a most következő jelenetben a kiképző őrmestert is a legrangosabb tizedes alakítja. Sinkovics Imre. Szakasz! Yes! Katonák! Urai! Önöket az a megtiszteltetés érte, hogy a Mária besnyői laktanyában lehetnek újoncok, és ami még ennél is nagyobb megtiszteltetés, hogy az én kezem alatt válhatnak emberré. Állj, ott hézagos a sor. Itt valaki hiányzik. Itt jövök már, vagyok. Jövök már, itt vagyok. Csók közöm, aranyoskáim. Foglalt volt a mosdó, de már itt is vagyok. Döbbenetes, hogy van. Ugye? Mert reggel 6-kor jött az a durva hangú ember. Na hát, azokat a trágásságokat, ha hallották volna, aztán mire kiértem a mosdóba, már foglalt volt. Döbbenetes, hogy van pofája. Hogy áll? Micsoda, kis ember, micsoda? Maga hogy áll? Ja, hát fizikából egész jól, ha nem hívtak volna be katonának, akkor kész lett volna az érettségim az estén, akár egy hónap múlva, na de hát így... Kus! Mi a neve? Kállai Sarolt, a dolgozók esti iskolája. Hülye! A maga neve? Ja! Oli, kisember, Oli. De te csak mondj... nyugodtan szólítsál jó Istennek. Ne mondja már azt, hogy kis ember.
Milyen aranyos, amikor kiabál. Próbálta már társaságban is? Szerintem bolondulnának érte a nők. Vagy a férfiak. Vagy mindkettő. Hus! Szóval, ide figyeljen, Zoli. Bocsánat, Oli, kisember... Pardon, bocsánat, tündérkém. Oli, nem Zoli. Kus. Maga nekem egy nulla. Sőt, több. Két nulla. Az nem jó. Miért nem? Az foglalt. Már reggel se tudtam bejutni. Feküdj! Már is? Még csak most kiabált az a durva ember, hogy ébredt. Feküdj! Na most ebbe a sárba itt, vagy mi? Feküdj! Na most kérem szépen, akkora a sár, hogy az emberek ölben viszik ki a kutyákat az utcára ugatni. Feküdj! Én nem tudom, ennek valahogy ez a mámiája. Elnézik, pillanatilag kérdezhetek valami? Nem perberz maga egy kicsit? Ebben a hidegben két harisnyadrágot is kellett húznom. Feki! Jó, várj, jó. Állj! Hova megy? Kispárnáért. Hát nélkülem valahogy olyan zagyvasságokat szoktam álmodni. Ide! Ide hallgass, te troli! Én összetöröm az áramszedődet. Ez már fix. Te kis kiabálós, te. Maga, úristen, micsoda civillel vert meg a sors. Hát fogadjunk, hogy maga még puskát se látott soha. Én ne. Hát lőttem is már többször vadászpuskával. Az én puskám legalább 1000 méterre ellőtt, kisember. Kus. Egy vadászpuska legfőjebb 500 méterre visz. Na jó, de ez két csövű volt. És ami a legizgalmasabb volt, hogy hátul töltős. Jaj, hogy ez mekkorát pukkan, pukkan. Kérem szépen, mondja azt nekem, hogy csak álmodom. Ugye ez nem igaz? Mondja azt, hogy maga részeg. Én részeg? Inkább soha nem iszom alkoholt, ez valahogy olyan durvává teszi az embert. Maga biztos iszik, maga gödény. Én inkább a tejecskét szeretem. Képzelje, fél évig nem ettem, nem ittam semmi más, csak tejet. Tejet? Mikor? Csecsemőkoromban. Na nem csinálok bohócot magamból. Ne. Nincs is arra szükség, kisember. Elmegy szépen az ezred irodára, és megmondja a parancsnoknak, hogy én magát nem vállalom. Nincsenek vasból az idegei. Jól van, kisember. Egyet azért mondhatok. Fog még maga utánam sírni. Fog még. Sírni? Én? Hát azt lesheti. De. Fog még. Fogja csak ezt meg, picinyem. Fogjad ezt meg? Mi ez? Ez kérlek, aranyos drága kisember, ez egy könyvgázgránát. Most kaptam itt a kis kócostól a második századból. Na pá! Hölgyeim és uraim, mint az köztudott, Magyarország közbiztonsága kiváló. Megszűntek az átkos régi rendszerben mindennapossá vált betörések és gyilkosságok, a rablótámadásoknak és a zsebtolvajlásoknak már nyoma sincsen. A szabad Magyarország szabad polgára sötétedés után is sétálhat a városban, összebújhat szerelmesével az elhagyott parkokban, és elbeszélgetett barátjával az óváros zegzugos sikátoraiban sétálva. Megcsapant az érdeklődése a biztonsági zárak iránt, se szeri, se száma nyitott ajtókkal parkoló kocsiknak, s az őrizetlenül hagyott motorkerékpároknak és bicikliknek. A benzinkutak önkiszolgáló pénztárakkal lettek felszerelve, a bankok pedig kénytelenek önbetöréseket csinálni a reklám kedvéért. Kiürültek a börtönök, munkanélkülivé váltak a hajdani kommunista nyomozócsoportok, s a bíróságokon is csak lézengnek az egykori bűndömpinget tárgyaló alkalmazottak és bírák. Kedves hallgatóink,
Első hét mondatomat a belügyminisztérium szponzorálta. Most pedig önvédelmi tippek következnek nőknek, és akár férfiaknak is. Ön semmiféle helyzetben nem lehet nyugodt. Bármelyik pillanatban kirabolhatják, leüthetik, de akár meg is erőszakolhatják. Mindezt úgy lehet elsősorban kivédeni, hogy elmegyünk betörőnek, rablónak, vagy nemi erőszakolónak. Tessék csak végig gondolni. A bosztoni folytogatót sosem folytogatta senki. A bérgyilkosra nem igen szoktak lőni. És soha senki nem akarta vérét szívni Drakulának. Legjobb utcai védekezés, tehát az utcai támadás. De ha már úgy alakult, hogy ön mafla, és nem lett önből se bérgyilkos, se bosztoni folytogató, se Drakula, akkor legjobb lesz, ha megfogadja a tanácsaimat. Először is. Erősítse meg a lakása biztonságát. Jó a hevederzár is, de olcsóbb, ha befalazza az ajtót és az ablakot. Ha csavargó ólálkodik a ház előtt, ne hívjon rendőrt, mert lehet, hogy ketten már bátrabban rátámadnak önre. Ha otthon van, zárja kulcsra a külső ajtót. Ha fürdik, akkor a fürdőjét is. Mesztelenül nem lehet üldözni, mert inkább önt bámulják a betörő helyet. Mesztelenül rendőrt hívni sem lehet, mert nincs ötös a zsebünkben. Ha a fürdőszobában tartja a telefont, az nem árt. A legjobb viszont, ha a hálószobában. És ennél már csak az a jobb, ha van telefon a lakásban. Ha önt fölhívják telefonon, soha ne adjon olyan információt, hogy egyedül van a lakásában. Mondja azt, hogy buli van magánál, melyen a 100 tagú cigányzenekar játszik a Honvédség második gyalogezredén. Ha késő este megy haza, hívjon taxit, s kérje meg a taxist, maradjon ott, amíg ön bemegy a kapun. Így ön már sosem fogja megtudni, hogy amint bement, leszúrták a taxist. Ha nagy veszélyben érzi magát, például rablók támadnak önre, rohanjon azonnal egy étteremig, esetleg menjen be egy mulatóba vagy egy bárba. Egy biztos, életben marad, de épp úgy kirabolják. Kedves hallgatók! A szilveszteri kabarék rendőr szakértője következik, Moldova György. Az én példaképem. Minden fiatal zsaru kiválaszt magának egy példaképet. Felnéz rá, és utánozni próbálja, kezdi tábori alezredes. Én annak idején a főnökömért, Domonkos őrnagyért rajongtam. Ő néha napokig hajtott egy-egy zsiványt, úgy, hogy közben a cipő sem került le a lábáról, de ha végzett a munkával, elengedte magát. Szeretett mindent, ami jó, a más feleségét, szívesen eliszogatott a józsefvárosi kiskocsmákban. Tőlünk, fiataloktól ugyanezt a stílust várta el, megértheted, hogy rajongtunk érte. Egyik nap kint portyáztunk a kocsival a kelenföldi pályaudvarnál, mikor hirtelen Domonkos hangját hallottuk a rádióban. Bajba vagyok, fiúk! Gyertek azonnal a párizsi udvarba, az eszpresszóhoz! Abban a pillanatban visszafordultunk, bekapcsoltuk a szirénát, a villogót, centis előzésekkel, a piros lámpákon átvágva lehajtottunk az Erzsébet híthoz. A pesti oldalon a belvárosi kávéház előtt álltunk meg, kiugrottunk a kocsiból, repülőrajttal vágtunk át a négysávos forgalmon, csikorogtak a fékek. Menet közben előkaptuk a stukkert, és csőre töltöttük. A szívem a torkomba dobogott, attól féltem, hogy későn érkezünk, szinte már láttam kiterítve a parancsnokot. Domonkos ott ült az eszpresszó teraszán, mellett egy vöröshajú kövér nő, akit ott helyben csíphetett fel. Az asztalon egy stopper óra feküdt, mikor odaértünk, az őrnagy elégedetten pillantott rá. Ugye mondtam, Valika, hogy ha én szólok nekik, 5 percen belül ide érnek. Egyébként semmi hézag, fiúk, igyatok egy sört. Ez volt az első verszak. Nem ülök lóra már többé soha a büdös életben.
nem lövök legyet, se röptibe, se álló helyzetben. Nem iszom viszkit, mert sok a savam, a pohárban víz van, és a fogam. Hogy vagyok? Hát öreg, kovbolyosan. Jaduba dzájdi dongi gongi dzong, dzubadi dong. Nem játszom pókert, mert nincs rá keret, az asszony mind elveszi. Már majdnem teljesen kopasz vagyok, bár kalapom elfedi. Pisztolyom rozsdás, mint a derekam, és ebédné mindig leszem magam. Kérdezed, hogy vagyok? Vátörek, kombolyosan. You body down, di down, di down, di down, you body down. Rájöttem arra, hogy tulajdonképp unom a teheneket. Csizmámat 10 éven nem viselem, a strandpapucs kényelmesebb. A farmerból kilóg a sejhajam, s ha aranyér kell, hát nekem van. Hogy vagyok? Hát öreg, kovbolyosan. Du-bi-ba-dang-gi-gang-de-dap-tu-du-ju-ba-da-dang. A csajokról. A mérik, a kittik, a lolák, böbék már semmit nem jelentenek. De régen is volt, mikor csapkodtam még a formás kis fenekeket. Sajnos már semmim sem ugyanolyan, csak pisilni tudok, úgy ahogyan. Kérdezed, hogy vagyok? Megmondom, szarú fiam. Jaj, de bongi, gonga, 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 gonga. Trunkó Barnabás, amnézia, bohózat. Szereplők, feleség, Hámori Ildikó, professzor, Körmendi János, Béla a szerető, Szombati Gyula, páciens, Csala Zsuzsa. Ágnes, te csodálatos asszony, te kis Erzsébet városi Vénuszom, imádom. Jaj, de Béluci, legyen stílusérzéket pont itt az uram rendelőjében, amikor bármelyik pillanatban hazajöhet. Nem jön haza. Láttam a tévéhíradóban, hogy a természetgyógyászok 3 napos világkongresszust tartanak a Gellértben. A férjed, mint az ország egyik leghíresebb természetgyógyásza ott gubbaszt az elnökségben. Egy mongol és egy zimbabwei csodadoktor között. Kongresszus ide, kongresszus oda. Az uram ma itt fog rendelni ebben a rendelőben 6-tól. 6-tól, igen, de most még csak 4 óra van. Úgyhogy most én rendelek. Kérem a következőt. A következőt? Na hallod, ugyanis találtam a férjed asztalán egy csoda tablettát, és bevettem belőle egyszerre 3 darabot. De én ettől a tablettától most... Te jó ég! Milyen színű volt az a tabletta? Zöld. Béluci, légy erős. Te a moírtó pasztillákat vetted. Jó Isten, az uram! Gyorsan ugor ki az ablakon! Megőrültél a 9. emeletről! Hát akkor bújj be a szekrénybe! Hogyne, a molyletkék közé! Akkor gyorsan bújj be ide a paraván mögé, és maradj csendben! A paraván mögé könnyű azt mondani, itt üljek a paraván mögött 3 molyírtóval a hasamban! Miközben az urad akupunktúrázik, hogy hol van! Szervusz, drágám! Szervusz, apukám! Hát... Te nem vagy a kongresszuson? Jaj, ne is kérdezz, képzeld el, anyukám. Schwarz professzor, a világhírű tájföldi természetgyógyász. Az előadás előtt mindenkit megkínált új találmányával, az elefánt fűből készült frissítő teával. És milyen volt a hatás? 2 perc múlva mindenki úgy aludt, mint a bunda a kongresszuson. Maga Schwarz professzor a saját előadása közben aludt el. Hát, amit zuhat le a pulpitusról, mint a nyavaja.
Franc bele, rémes, hogy még mennyi molylepke van mindig ebben a rendelőben. Pedig az a zöld molyírtó, amit hoztam állítólag, egy rinocérosz csordával is képes végezni. Jaj! Apropó, egy új paciens jelentkezett telefonon, a hangjából ítélve, finom úriasszony. Mi a panasza? Emlékezetkiesés, vagyis amnézia. Nem nagyon szeretem az amnéziás betegeket. Miért? Mert mindig elfelejtik kifizetni a tiszteletdíjamat. Na, megyek a szobámba átöltözni. Bélus, jól vagy? Az a baj, hogy nagyon hangosan szuszogsz. Szuszogok. Pádrágám. Üdvözlöm, asszonyom. Már vártuk. Ön az ugyebár, aki telefonon jelentkezett be a mesterhez. Há, aranyoskám, arra nekem nem volt időm. Ahogy szabadultam, az első utam ide vezetett. Szabadult? Igen, drágám, 3 évet nyomtam le Kalocsán, üzletszerű kiegészségért. És képzelje, most, hogy kiszabadultam, rá se tudok nézni a férfiakra. Pedig az nekem munka. Szexológusnál már tetszett járni? Igen, de vele nem ment. Nem. Rajtam már csak a természetgyógyászat segített. Á, üdvözlöm. Nyilván magácska az új páciens. A horoszkóp kitűnő lehetőséget mutat a gyógyításra. Kegyed ugyebár szűz. Ugyan, dokikám, ki emlékszik már arra? Ja, persze, értem. Amnézia. Micsoda? Mondom, amnézia. De hogy amnestia. Egyébként, hogyha érdekli, én Bika vagyok. Hát, nem mondom, azelőtt ugyebár érdekelt volna. De ma már, hiszen ezért vagyok itt. Na, gyerünk szépen, akkor vetkőzzék le derékig. Na, látja, ez még megy. Nem ért csak derékig. Mekkorát változott a világ, amíg én benn voltam. Asszonyom, ne itt tessék levetkőzni, hanem a paraván ne, mögött. Ne, a paraván mögött ne, ugyanis a paraván mögött nincs kitakarítva, tele van döglött lepkék. Jaj! Éppen most döglődne. Fiacskám, hogy fordulhat ilyen elő? Asszonyom, én odaát kiállítom az ön kartonját, addig szíveskedjék levetkőzni. Nagyságos asszonyom, én egy vallomással tartozom önnek. Csácsi gyerek, ki kell ábrándítanom. Próbáltam, de nőkkel sem megy. Félre tetszett érteni. A paraván mögött ugyanis nem lepkék vannak. Bélus, gyere ki, ha férfi vagy. Ja. Kiszi hand, asszonyom, ha Istent ismer, ne csináljon botrányt, mindent elmagyarázok. Na nézd csak az ügyvéd úr, mit keres maga itt? Amikor a főtárgyaláson védett, valahogy jobban volt felöltözve. Hát, emlékszik rá? Hát, hogy is mondjam, nem kifejezetten. Hát én vagyok a bundás maca. Ja, tudja, az éjszakai pillangó. Maga lepkékről egy szót se, jó? Na kérem, már készen is van a kartón. Apukám, biztosíthatlak, hogy félreérted a helyzetet. Miféle helyzetet? Látom, a nagyos az, hogy magával hozta a kezelésre a partnerét is, vagy a fiatalembernek is kiállítunk egy kezelőlapot. Igen. Mi a panasza? Képzelje, doktor úr, nem emlékszik rá. Ugyanis szintén amnéziás. Értem. Hát ez esetben ne vegy az okon az úr, ha előre kérem a honoráriumot. 5000 forint. Igenis, tessék, 5000 forint. Már úgy értem, hogy fejenként 5000 forint. Tessék, még 5000. Jó, remek. Hát ha akadna még olyan ismerősük, aki szintén anamnéziában szenved, kérem szépen, csak küldjék el hozzám. Kezdjük a kezelést. Üljenek mindketten a kerevetre, és menjenek le Alfába. Elnézést, de ezt a figurát nem ismerem. Tetszik tudni, sok volt ez a 3 év kiesés. Na,
nekem lazítsanak és gondoljanak valami megnyugtatóra. A kék égre, a zöld mezőre, a tarka lepkékre. Lepkékre nem! Nem tudom, de én olyan jó leső vizsergést érzem. Remek, remek, hát akkor most jönnek a csodaszerek, a távol-keleti gyógykészítmények. Vegyék be ezt a pirulát. Mi volt ez? Patkánnyál kivonat. Ez valóban csodaszer. Most már mindenre jól emlékszem. Maga is emlékszik már mindenre, uram? Nem, sőt, úgy látom, hogy 100 zárat is kapott, hál' Istennek. Nos, kérdez, amennyiben még nem nyerte vissza az emlékező tehetségét, szeretném kérni, hogy szíveskedjék előre kifizetni a tiszteletdíjat. Tudom, 2500 forint. Igen, most pedig az úr szíveskedjék felfeküdni az akupunktúrás kezelő asztalra. Megkérem, hogy ne tessék rángatozni, mert elég egy rossz szúrás, és örökre oda a férfiassága. Apukám, azért óvatosan. Na, már kész is vagyok. Jöhet a nagyhasasszony. Azt hiszem, doktor úr, ez már felesleges. Én már érzem, hogy a régi vagyok. Én meg már sajnos nem vagyok a régi, mert most vettem észre, hogy a műszeres doboz helyett a varródobozból dolgoztam. Hát ezért keresi a bejárónő már hetek óta a gombostűt. Na, jöjjön, ügyvédkém, most, hogy meggyógyultam, azt hiszem, természetben le tudom róni azt a munkadíjat, amelyel akkoriban adósa maradtam. Apropó, ha már a tiszteletdíjról van szó, ha meg nem sértem, uram, szíveskedjék kifizetni a honoráriumot? Nem, hiszen már kétszer legombolta rólam a vizitdíjat, és még mondja valaki, hogy egy jó természetgyógyász nem tudja meggyógyítani az amnéziát. Lehr Ferenc, Boncz Géza és Ciglán István zenés diagnózisát Lehr Ferenc adja elő. Most, hogy az önkormányzat és a főváros feszekszik azon, hogy ki legyen a Kútvölgyi Kórház, a Szörényi Levente Szociális Otthon Ódon falai közül ideglenesen idehelyezték az ak popokat az aki propok helyére. Kameráinkkal ellátogattunk a Vaszlavik tolótetős Cipernovszki László kórházba, melyet nem régen hoztak rendbe a Balázs Ferenc fogakaszájban alapítvány szabad könyvesen. Nagy a sürgés, forgás, mindenki készülődik a szilveszterre. Erre az eseményre készül Fenyő Miklós is, akit a szemészeten bőrösök és ringlisek vesznek körbe, hogy a szeme alatt lévő bőröndöket feldíszítsen. Elkészült a nagy mű, és Fenyő nagy szeretettel néz Szandi anyóra, aki a fejére szorult svejci sapkában énekli, el-el bóbiskolva a tínédzser lámul. Játékot játszik velem az élet. A fogszabályzom, odaadtam néked. Matatok a mélyben, hol a kacsatál. Nem mindig találom, meg kérem. Műanyag labor, igazi műanyag labor. Igazi szerelem, a bogyot beveszem. Már megint kifelejtettem valamit, hol is van. Na mindegy. Műanyag labor, kis piros műanyag labor. Az oknim lángra gyújt. A déli levesem, még mindig keresem. Fene tudja, kell-e rá még só. Meg azt, hogy jó, tínédzser labor, gyere hát mi anyag labor.
Melegséggel telik meg az ember szíve, főleg a forró húslevestől, ahogy látjuk, hogy a művészek hogy csinosítják a termeket. Kivágódik az urológia ajtaja, és kiviharzik rajta Konzsuzsa, és Péter Erzsébet nővére, aki a Ha én szél lehetnék című számot adja elő a Szélhajtó együttes kíséretében. Bizony, bizony, Zsuzsa anyó a hajajavát már megette. De nini, a Mozzalatnai Cini néni, aki 84 évét meghazudtolva szánkóval a kezében felszalad a domboldalra, ahol már várja Csicsolina, és egy jelképes répát benyomnak a hóember fejébe. A pszichológiáról mostolják a külső B-vágányra a vonat komplexusban szenvedő 1720-as Demir Rózsit, aki két rövid füttyel jelzi, hogy még két sör rendel. Balázs Klári épp ma látogatja meg férjét, Korda Györgyöt, akit a haját ültetőgépen felejtettek, így még az ágy lába is szőrös. Nagy Feró, a rokkboszorkány fél óra alatt felugrik a járdára, és egy nagy jelvel kileheli a lelkét, de még idejében visszateszi. Benkő László, a hanglemezgyártó vállalat igazgatója, száraz égpalackkal a fején tartott sajtófogadást, ahol bejelentette, hogy az év platina lemeze a Munkásőrség központi kórusának és az Acélhang Dalárdának közös lemeze, melynek címe Keresztények sírjatok. Erről a listavezető szám Lenin hajas karácsony újjöjjel közénk. Másik nagy sikerű, gyönyörű lírai szám, melyben megbékélésre és szeretetre szólít fel bennünket a Republika Együttes. Kicsi vagyok, székre állok, onnan egy nagyot kiáltok. Még, soha nem elég. Ott a sorban én meg várlak, jól beverem a pufádat. Még, hogy leszakad az ég. Repül a pára, aj. Aj, repül a pára, rászárad a nagy papára. Szóló! Repül a páka, mindenki álljon vigyázba, repül a pofon, de messze van még a plafon. Hasaj! Húszás! Sorakozó! Oszolj! Ide fél öreg, nem hallod, amit mondok, olyan bevág, hogy elalszol. Én beleköpök én a nagy világba! A kórházi konyhából most penderül be két lilára festett disznósajt. Akik megettek minden hentes árut, elbúcsúztatták Szását, majd felolvassák az ünnepi menüt. Zöld virsli, kék virsli, lila virsli, kölyál, majd mosdó. Mindenki örömére megérkezett az agrárkarúzó Homonyik Sándor, aki begombolt nyakú ingben megsimogatja a búzatáblát, majd hátat fordít a kamerának, és csobogva ürgét önt.
Presszert rácsos ágyban tartják, mert éjszaka kiszökött, hogy nyomkodja a gombokat a vastüdőn. Így vették fel Zorán utolsó Sóhaj című lemezét. Rita Luxemburg, Sierra Dium, Heizen. Elhangzott Tour de France kerékpárosok című operája. Vezényelt Sertés von Karaján. Az pedig... Radio Beograd. Dobar dan, draga slušalci, Radio Beograd, tačno vremeni. Čudo ste vesti, profi programa. Radio Beograda svetske nacionalne muzike. Lado, 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 se meteš, lado, lado. Vajala, malaya, maja. Ta moja uszanka, nieprawda ja zapada. Tettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Mai nyelvi műsorunkban egy igen kedves Nógrád verőcei kismamának a leveléből szeretnék idézni, ugyanis a kismama igencsak érdeklődik a trafik szó jelen idejű ragozásáról. Drága kismama, én csak annyit mondhatnék, a trafik szó jelen idejű ragozása következő féleképpen hat. Én trafom, te trafalsz, és ő trafik. A trafik szó múlt ideje egyébként a dohány volt. Elnézést kérünk kedves hallgatóinktól, hogy megszakítjuk adásunkat, de ebben a pillanatban kaptuk a jelzést, hogy élő közvetítésben már vonalban van a parlament, halló parlament. Igen, itt vagyok, és nagyon köszönöm, hogy most kaphattam meg a szót, hiszen ebben a pillanatban érkezett meg a távol-keleti ország miniszterelnöke a parlament nagy termébe, hogy elsőként... Ő köszöntse országa nevében a magyar népet. Most érkezett a pulpitushoz, hallgassuk mondatait szinkron tolmáccsal. Jotoko izda! Hajdegada! Szódomoido! Hajdegada! Szeretettel köszöntöm kedves magyar barátaimat! Hokoidikeszada! Hajdomono! Magama! Szekida! Lipoda! Hajkedozo! Jó! Eddig Magyarországról csak hírből hallottam, most végre én is itt lehetek személyesen. Szajda! Takoidozono! Jogadó! Domoa! Jó! Magyarország valóban egy csodálatos ország. Mint itt lehetek fővárosukban, azt is megtudtam, milyen szép Budapest. Budapest két részből áll. Budapest két részből áll, úgy mint Budából és Pestből. A két város rész között a Duna nevű folyójuk választja ketté egy gyönyörű várost. De a folyón átívelő hidak szinte népeink közti barátságunk jelképe is lehetne. A kora délutáni órákban aztán megtekinthettem a citadelláról egy gyönyörű város panorámáját. Késő délután pedig tréfás kedvű barátaim megmutatták nekem a Széchenyi gőzfürdőben Kolumbusz tojását. Akkor így igaz az a jó. Jó dolgoz, jó domo. Akkor így igaz a hajdó, szóta, jöttem a bekozó, de angolja. Vagy te számodon, Suzuki, a
だぞ。よくどうぞ、ニコナーって書いて、あだおだおだおだ。最高の魚のニコナー、はい。Valóban szét volt. Szóval kirodó? Ha kirodó lány? Vigyázzatok, 300 ezeret ér a fehér port. Jaj, a Mitsubishi-ben hagytam a port. Vigyázz, aranysárkány üldöz téged. Hű, a mindenségét, puf, no fene. Jaj, vigyázz. Hozzon elő videó. Szerintem a videó! Szerintem a videó! Hát az akarjátok ott a videó! Videó szokodjál a videó! Ott a szeje! Ott bojta kata fosztom, jádá, cuku! Já cuku! Já cuku! Takozodomó! Takad juba! Hó! Potter, ez a bicikli a negyedik volt ezen a héten, ne bohóckodjon, hallja? Hova tette azt a... Elvitték a kommunista! Ne bohóckodjon, maga is az volt, mit hülyülítek el? Akkor még én is vittem! Miért nem támasztott a kocsma ajtónak? Nem lehetett! Miért nem lehetett? Mi volt kiírva? Mi volt kiírva? Jó, vagy jöjjenek már. Na jó, van most a fejezze be a kecskével, mert jöjjenek már, mert itt emberek vannak. Tessék bejönni. No. Ez ki? Csillog, villog, mint a zsebkendőmön, minden. És ki ez? Az olyan, mint a futballcsapat. Miért? Benfica. Baja, mondja meg őszintén, mit csinált a hajával? Elaludta a vonaton, azt a bőrönd a fején maradt gyömrőné, vagy mi van? Erzsi néni rátelepedett, és az a lenyomott, mint a bundanadrág. Ott is valahogy volt. Vorba vigad a magyar, meg vorban az igazság. Itt ülnek a népek, azt várják, hogy műsor legyen. No, nem kell ezen nevetni. Pater, hogy néz ki maga? Hogy nézek ki? Hogy nézek ki? Itt egy hormonzavaros tojás. Itt vannak ember... Nőjük rá, azt ki kell tudni. Nem kell nevekélni. Miért nem gombolja be az akolyátalom? Nem tudom. Miért nem tudja begombolni? Megrágta a szú. Ezt nem a szúj rágta meg, hanem a moly. A moly drúga a szú. Nem a moly... Nagy testvér. A szú nem rág meg semmi. Dehogy nem, nézd meg az ország oldalát. Fejezzem a jó pofizását. Hagyja már ezt abba. Ha már réges-régen el kéne kezdeni a dolgokat csinálni. Na, azt mondom én, itt ülnek ön. A népek, ott van a fehér népek, ülnek a fekete népek. Hol ülnek itt fekete népek? Nem, itt Dél-Afrikában. Örülök, hogy van téma. Ott az a mókás, nótás kedvű, ez a teherautósofőr. Kicsoda? Állandóan dudál. Na, kicsoda? A Desmond Tutu. Desmond Tutu! Ne, nem, az Tutu. Desmond Tutu. Lehet, de akkor dán írógéppel írták, ott nincs ékezetben. Desmond Tutu. Az más, az a Josip Broz Tutu. Eladott a Jeszenszky fegyvert, hogy védje meg magát. Nem adott neki el a Jeszenszky semmit. A Josip Broznak nem adott el semmit sem. Nem adott el. Hát akkor kiné van most az a Tutu, az meg Tito. Nem. Titi Tutu, tátá. Maradjon már. Tutó. A Tutó az meg a lakon.
Az meg a tutó, az meg a lakat, fejedjék be ezt a hülyeséget. Lakat az valamikor futballedző volt. Befejezték a hülyeséget? Jó, ja, énekelni kérem. Mikor hozott volna magával egy kis ennivalót, mert itt várom magukat már 4 órán, és nem ettem semmit. Be úr, zárva 6 órakor minden bezár. Jó balettos a Morris bezár, de az a lényeg, én is fiam, hogy én nem tudtam elmenni, mert 6 órakor mindent bezártak. Ugyanis én akartam neked csinálni egy kis riskovot, hogy estére, mire hazajössz nekem... Mit akart magad csinálni? Riskovot. Mazsolával. Az orosz miniszterelnök volt a Riskov, amiről maga beszél, az a Riskoh! Nem. Amire te gondolsz, az a Todor Riskoh. Aki Bulgáriába kérte az internacionális amnestiálist, hogy vizsgálják fölül, mert ő kihúzta a mavzalét egész Moszkváig, most már nincs ott a betonelvtárs, aki felrobbantotta a Reichstagot, hanem úgy vitték ki... Miket brekedít össze, az a Todor Zsivkov maga hülye? Todor Zsivkov! Azt mondom, mit én mond maga? Kihúzta Moszkváig a bábút a koporsóban. Nem húzott ki semmit se! Nem húzta ez ki? A Todor Zsivkov, a Riskov a miniszterelnök, és a Riskok az a kaja. Nem. Bocsánat, a Reichstagra visszatérve, én úgy hallottam itt a szünetben, hogy a Reichstag az a férfi toalett. No! Ne hülye vagy, édes fiam! Nem volt megbeszélve! Ilyet én is tudnék mondani, hogy a hoki napja, de hát nem volt. No! Viszont! Olyan maga elment a Corvinba, mély ment oda, mert minden szinten... Szinte minden. És hol van, amit vett? Mit vett? Ha vettem egy kerékpár külsőt. És hol van? Kerékpár radiál volt. Hát berakom ruhatárba. El akarták majd szedni ott a téren előttem. Eszett, el akarták szedni. Miért ugyan akarták színű emberek, mint a kerékpár külső. Azt mondták, hát adjam oda. De az a lényeg, hogy maga már 4. biciklit vesztél ezen a héten, édes pedig marha jó gumia volt annak igen, a biciklinek. Igen, hát mit csináljon? Nagyon jó kis gumi volt. Hát nincs gumi, majd össze egy gyógyszert. Én vettem még egy pótgumit. Ekkora darabokra felszabdaltam, mert eső előtt köpönyeg. Adja meg békébb a hülyeségekkel! Arról beszéltem, amiről maga beszél, maga hülye, miről beszél, túragumi volt. Az, hát túragumi, nincs gyógyszer, van gumi, de... Túragumi! Hát az erdőbe is lehet, hát... Kérdezd meg Ilóka nénének, hát előbb-utóbb úgy is, rákerül a túragumira. Az a borzasztó benne, hogy a fater panaszkodott, hogy nem szabad magyar ószert tenni, mert nem jó, meg középen behajlik. Hát az ember a kanyarba csinálja. Na. No, énekelni, az kér. Az a lényeg, az. Hogy megbeszéltük, hogy miről. Minden rendben van. Énekelni. No. Nekem nem kell, hogy próbálj meg, hogy rendesen szól a citerája, nézze meg, vajon. Mit csinál? Miért van sajt a kezébe? Miért sajttal csinálja? Hát azért csinálom sajttal, mert le akarom reszelni. Akkor már csak egy kis ketchup kéne. Nem, benne van a szakácsomért. Nem, édes fiai, maradjatok ma. Nem kell fölidegeljétek magatokat. Na látja, ez az, amit akartam mondani, ez maga miatt az egész cirkusz, hogy állandóan maga miatt késenek el a paja. Nem. És mi baja van a pajával? Mondja meg, mi nem tetszik? Nem tudom egyáltalán, nem vele, hanem Gergő bácsival próbáltam. Nekem ne legyen itt idegen ember. Jó, Gergely bácsival, várjon. Így van. Jó van a paja, hol a Gergely bácsi? Gergely bácsi sebesett az arca. Miért lett sebes az arca? Hát bent a buffetba. Piszkósra itta magát. Na és? Kiszaladt a kocsma elé, és fölugrott a kerékpárra. Mi volt a baj? Hát, hogy a kerékpár neki volt támasztva a falnak. Akkor se érdekel. Mi nem érdekel? Én nem dolgozom ilyen emberrel. Hogy ne dolgozna maga? Mert nem vele dolgoztam. Hát, mert most a nagy dolog a Gergő bácsival egyszer próbál. Nagy dolog. A paja is le fogja kísérni. Paja nem kísérje magát. Miért ne kísérnél a magát? Mert ne kísérjen ilyen ember. Hogyhogy ne kísérje? Tele van kockás zakóval. De voltam én már szóta, bárkit lekísérek. Én is azt mondom, nem dolgozom, akkor nem dolgozom. Ne idegesítsen most a fel. Nekem maga idegesít föl, nekem meg te. Állandóan szórakozik itt velem. Nem szórakozom veled. Álló Kerenföldön is vártam, azt 4 órát késtek. Nem érdekel, édesanyám, azt mondom, ne idegesíts föl, azzal, hogy te föl vagy idegesítve, vagy te
fölidegesíted magadat, velem idegesítesz föl magad, és akkor nem ér az egész semmi, azt a kupoláját. Na, a micsodáját? Kupoláját. Az micsoda? A terem búrája. Na! Rászánta magát? Na! Elég volt. Ne nagyon piszkál, mert lemegy a tökére a bajusz megint. Tessék, kezdjen énekelni. Tessék. Tessék, persze, nem tudja, Donál, ha nem tudja a szöveget. Én vagyok a hülye, hogy... 2, 4, így. Idősebb, maradjatok. Idősebb Kálló József. Én vagyok. Ja, mondtad? Ezt az egy mondatot végigmondhatom? Azt kérte meg, hogy vezessen föl, hogy maguk jönnek. Igaz? Ezt az egy percet nem bírja ki, hogy nekem teljesen bele. Mindegy. De akkor ne beszéljen. Jó. De ne mondja, hogy jó van. De hogy mondaná? Sehogy ne mondja, maradjon csöndbe. A csöndbe vagy. De akkor ne mondja, hogy csöndbe van, hanem ne mondja semmit. Valahogy egy kell. De ne mondja, hogy valahogy. Beszélek. Sehogy nem mondja semmit sem. Na, akkor jó. Ne mondja, hogy jó van. Nincs jó. Azt sem mondja. Semmit ne mondjon. Na. Idősebb Kálló József. Most mondtad, ugye? Jó van, mondtad. Értettem. Jó volt. Vagyok én hülye? Nem vagyok hülye. Hülye nem vagyok. Na! Idősebb Kálló József el fogja énekelni. Éjjesz elnök, ha belé. Gyerünk. Mi belép be a tényleg? Ha már TSZ elők, akkor mi belép be? TSZ-be nem lehet belépni még egyszer. Na, foglalkozzon! Nincs-e nem lehet TSZ-be belépni? Énekelj a nótát! Ha nincs kivilágítva, akkor belelép. Kép, el van így. Ja, volt egy ismerősöm, az röntgenasszisztens volt. Az ki volt világítva éjszaka is. Bejjel is léptek. No! Gyerünk, TSZ elő! Rázd azt a rezelőt, égyük fel! Adjunk a népi manikűrnek! Várj! Jó, nem kell súgnod nem egyelőre, kösúg. Nem kell. Ez a pofátlanság, te teje! Nem elég, hogy nem tudja, még le is tol engem! Nem kell súgni. Nem kell súgni. Akkor kezdje már, TSZ elő! Jó, mindjárt kezdjük. TSZ elő! Nem kell súgni, megmondtam! Na! Mindjárt itt van ez! Alonyja! TSZ elő! Ne súgjál, én mondtam neked! Nem megmondtam! Na! Na! Most súgjál, nem? Most nem játsza. Tudom! Játssza a fajok! Kezdjél! TSZ elnök betoppant a kocsmába, beledöltött negyen söcsöt magába, elaludt az olajkány a tetején, az kigyulladt a műből kalap a fején. Kútágasra szállt az öcsém az éjjel, temette magát túrós lepénnyel, képzeljék, ha babot eszik csülökkel, versenytülköl a tűzoltó tülökkel. Bíró marcsat ravantot vett a héten, el is akadt vele rögtön a réten, össze-vissza olajozt a ruháját, világista nyomkotta a büdáját. Egyszer volt, honnan volt, innen is túl, élt egy szőgy ember. Nem is akárhogy. Ha volt neki 3 gyönyörű gyereke, valamint egy kevésbé felesége, és visszamenőleg OTP tartozása. Egyik rögge elibált a legidősebb, legkisebbik kisfiú,
Tekergeti ám a borzakójának a szélit. Azt megszólal. Idősapám! Nyalja már ki a seggöm! Meg aztán a pisa marja szét a villanyszerelőbe a kancsát. Azt ott magyarázza mög nékem. Miért öt Sztálin városból nulla új város? Abból mög pentöle? És azzal ott is hagyta. Az idő alig ütötte Máne a tizedik gyalogost, mikor gyűl a középső első szülött fiú. Bökött egyet a tenyeribe, majd ugyanazon tenyerit az apja kezibe csapva, és odaszólal. Apám! Tossza maga szájba vacogó szápát! Hát aztán még azt nyikorogja ki, hogy mit ülött a nálam 10 éve fiatalabb Józsi, idős veterán. Majd egy 100 forintost az apja homlokára csapva, elsietett. Úgy már vacsora felé járhatott a polgármester, mikor elébe állt a legkisebbi kisfiú, kinek az állán alig fejhedzett a rózsika. Kinek feje akkora volt, mint akit már 4 éven keresztül vallattak. Így szólt. Idősapám! Hogy szakadna magára egy mázsaszar? Hát, hogy van az, hogy a kis húgom a szalajártás titkárnője, és még egyszőse volt terhös? Válaszoljon, ha van még egy kis szattyán a petrencéjén. Ezzel fogta magát, és nem engedte el. Húzta akár az időt. Kis idő múlva hatalmas dörrenés hallatszott. Ó, ez csak a babcöm Jankó lehet. Gondolta magába. Mög is jelent még hozzá nyomtatásba. Kérdezi az öreg ember, daj! Anyas vagy! 13-as. Akkor mi félbevágott aradokból mögérjük egymást. Ó, hogy a Franz Ferdinand szarja lenevetett, és robogva ott is maradt. Aztán ezen akkorát nevettek, hogy órákig rotyogott a klotnadrágjuk. Csak úgy kongott a kölesön érlelt jobbágyfing a pisamarta lábukon. Aztán mindő... és a budi papír választ előtt. Voltott a kérem szépen, dínom-dánom, fisi-fosi, hugyi-bugyi. Aztán egymás hasát fogva nyomkodták a nevetésű a reméptőgödör felé. Na, itt a vége, fosse el vége! Múltkor voltunk ezzel az állattal, a főnökkel voltunk, egy ilyen nagyszomszédos baráti országok nagyszomszédos baráti hadgyakorlatán, hát egy ilyen nagyszomszédos baráti országban, aztán volt ott egy fiú, aki nem volt magyar. Oroszul beszél, és
Mondta, hogy náluk is volt nemrégiben 5 évvel ezelőtt ilyen nagy gyakorlat, hogy majdnem sikerült. Igen, mert állítólag azt mondta a gyerek, hogy már 6000 méter magasságban repültek a sugárhajtású gépeket Kijev fölött. 6000 méter, az nagyon messze van, hát leesni is nehéz. És azt mondta, hogy egyszer csak az egyik pilóta azt vette észre, hogy a jobb oldali kis ablaknál kívülről befele integetett egy felkendős öregasszony. Lába előtt meg ott volt alatta a seprű, ugye? Hát a pilóta meg nagyon megijedt, mert nem tudta, hogy mit kell csinálni. Aztán visszakopogott az ablakon, azt mondta, hogy ne arra ugye már nénike maga, boszorkány. Szóval, de úgyis édesfiam, takarítőnő voltam Csernobilban. Ne, ez hülyese, én se, nem. Nem hiszem, mert addig nem lehet ott fönn, meg mindegy, nem. Nem, viccelte, hülye vicc volt. Másodszor meg, amikor voltunk megint ezzel az állattal, a főnökkel voltunk. Na, csak nem úgy állat a főnök, nem úgy állat, hanem felesége szoktam mondani, hogy kicsin kis bogárkám. Hát a bogár egy állat, ugye, ott mászik, azt rálik. Aztán voltunk egy ilyen kötelező, ez a fél éves kötelező szűrővizsgálat. Tetszik tudni, amikor kiveszik az ember tüdejét, forró víz, szűrőbe belerakják, átöntik rajta, az nagy macerát állítok megéri. Én nem tudom, mert mindig hátul vagyok a sorban, addigra meg már este van. Szóval voltunk a főnökkel egy ilyen kötelező vizsgálaton, mindenkit fölöltöztetett, rendesen voltunk az egyenruhába, főnök is beállt előre, hát a főnökön meg a szép régi egyenruha volt, mindenféle kis izékkel, bizbasz, csillagszóró, meg vállapok, meg füllapok, aztán még a régi sapka volt rajta, tetszett tudni, hogy ez a csillag, hogy előbb hazataláljon, aztán a főnök megy elől, hát erre jön vele szemben az orvos. Fehér köpenyben volt, de megismertem, mert homlokán ott volt a sapka lenyomat. Aztán orvos meg kérdezi tőle, hogy na mi van, főtörzs úr? Főnök meg lekapta a sapkáját, és ott ült a fején egy béka. Erre megszólalt a béka, nézze már meg, doktor úr, minőtt a seggemre. Álljon meg! A lélegzete maga szarház. Húzzon ide, mint a vadliba. Azt hiszi, nem adom, hogy mit kattogott meg brekegetti? Mi van a békával? Fiú, mi van a békával? Ne játssz itt a bazári majmot, függelemsértésé följelentem. Miket beszél maga rólam? Hova küldtem magát maga elfuserált Neptun? Hogy néz ki maga? Hova küldtem én magát? Hát a főnök úgy elküldött. Na. Mit mondtam magának, hova menjen takarítani? Menjek a teherautóaknára. És miért nem ott van? Mondtam, féltem, fölrobbant. Akna. Mi van a kezébe? Görcs. Hogy néz ki az a motoros fóka? Hogy néz az ki? Tisztelt jelentem, ez alacsony növésű, és rövid sportosra levágattam a frizuráját. Elég volt? Az mi ott? Eszköz. Mi a neve? Csődör. Vödör. Azt mondtam, hogy hívják? Szabó Ákos. Nem maga! Maga fatokületke vadász, mondták már magának? Most így. Herélt agyú hullarabló. Hány részből áll a vödör kopasz? Ne nézzem, mint aki nem látott még hülyét, gyerünk! Hány részből áll a vödör, azt kérdezted? Kopasz, hány részből áll a vödör? Hát a kopasz vödör, mert hogy haja nincs, az 3 részből áll, ugye fejtor, potrog. De mivel ezt mi a BM-től kaptuk kölcsön, ennek még van füle is, tessék. És ez ugyanúgy viselkedik, ez a BM-től kapott vödör, mint egy magnó. Ez ennél fölveszi a hangomat! Utána, mint a magnót le lehet törölni.
Mondja, kopasz maga normális? Református vagyok, tiszteltem. Kopasz, mit tart a vödörbe? Kisebb dolgokat, teknősbék, a papagáj, apró rákcsálókat. A vödörben nagy dolgokat kell tartani, kopasz. Tessék fölé guggolni. Megfogja, leteszi a vödőt, a kincstári vödőt, gyerünk. Leteszi, ide leteszi. Megfogja a motoros fókát, neki támasz a 9 fokos szöggel, mellé áll a surranóval. 9 fokos szöggel zárja be, mellé a motoros fókon mellé. Oda teszi a vödör mellé, mellé a motoros surranóval, bezárja a 40 fokos zárja be a vödörrel együtt. Ha ezt az egy mondatot még egyszer megteszem, ismételni, mert fölfogtam, csak hogy lerakjam a szoftverbe. Kiverte meg magát? Soft. A puhábbik. Nem is tudtam, hogy a soft az ver. Na, persze, nem csak a soft, a hard is. De az keményebbik, az már nehéz. Majd mind a kettőt lecsukatom. Na, tegye vissza az izébe. Támaszta nekem, nem oda tel, másik oda tel, a motoros fokat. Másik oldalra tegy oda! Másik oda tegy, úgy néz ki, mint egy kilövő állás. Tegy oda vissza. Másik oda, nem oda, arra, 40 fokus, az. Mellé áll a suradó. Hogy néz ki maga? Hány számmal nagyobb az a rohadt nadrágja? Ember, hogy néz ki maga? Hány számmal nagyobb a nadrágja? Tiszteltem, inkább nagyobbat kérek mindig, mert azt mondták, roham esetén bármi beleférhez. Maga a zenés családból származik, az ott tárogató, vagy mi az Isten? Slicem ki van gombol, elnézést kérek, csak azt mondták... Opera kedvelő, nyitány a varázsfuvolához, mi? Azt mondták, hogy ettől még lőhetek. Ettől még mit csinálhat? Ettől még lőhetek, gyerek nem lesz, azt mondták. Gyerek nem. Hát abban a két golyóval azt nem tudom. Ne, van tartalékban még 4. Maga volt az a hülye, aki bement a kocsmába, mi? Hát nem, én nem nagyon járok oda, ritkán. Múkor is eltávol, hát elmentek népdalszakjára, azt bementek a kocsmába fröccsözni. Nem igaz, sört itt. Ujjaj. Na maga hullarabló, szép kis alak maga, hogy művelődne meg olvastad, hogy néz ki? Miért nem fűzi be a surranóját? Hajjon előre, és fűzi be a surranóját. Tiszteltem, édesanyám azt mondta, hogy ha idegen férfi van mögöttem, soha ne hajoljak előre. Tetszik tudni, nálunk még otthon a gőzfürdőben is a szappant szurkosbottal veszük inkább föl. Hát éjszel, nem tetszik tudni, nem nagyon. Szóval bekandikál valami hátulról, valami köbgyök, vagy... Tetszik tudni, mire gondolok, nem akarok itt részletekbe menni. Mert boldogan csak nem akartam itt. Maga feje valahogy a zsebre vágott kézzel van? Nem, most raktam csak zseb. Ja, tényleg. Ha jó, rendesen. Tessék, parancsol. Tűzvédelmi riad esetén mi a teendő jelentsen? Tessék szíves lenni a tűzoltót, meg... Vigyázz! Innentől kezdve a hadbíróság! Tűzvédelmi riad esetén mi a teendő a körletben jelentsen? Tisztelt teendő, tűzvédelmi riad esetén minden éghető dolgot azonnal ki kell dobálni ablakon. A szakaszvezetőt mély dobta ki? Féltem, hogy meggyulladt. Ne vacogjon itt nekem! A hülye pingvin fejű. Négy gyulladt volna meg a szakaszvezető? Hát a rőzse szakaszvezető. Nagyon vicces, mi? 3 hét laktanya fogságot kapott. A bulka volt 2, az már 5. 10 né iszú. Álljon rendben, hogy néz maga ki? Mondja meg. Köszönöm szépen. Hogy néz ki maga? Nem tudom most. Mi volt a múlkor az eligazításon? Mondtam, hogy menjenek el, olvassanak, tanuljanak meg, kukák lesznek. Tiszteltem, ott voltam végig, mindent végig olvastam. Ott volt maga, végig olvasó. Én nem lógok, főnök. Ki volt? Ki volt Attila? Hát nekem mondja, főnök. Hát szegény az úgy ki volt, hát úgy csurgott a hátán a kül. Hun! Hát a kert végében, mikor futkosott. Hát én láttam, főnök, maga kergette meg. Mi volt a hunok fegyvere? Na most azt tetszik én, hogy nem voltam ott. Ott voltam, mert én osztottam neki. Hát a kapuban elkaptuk őket. Mi volt a hunok fegyvere? Tiszteltem, ott annyi minden volt. Hirtelen, ami eszembe jut, csak úgy mondom. Mondja, mi volt a hunok fegyvere? Először volt nekik egy olyan, amit ilyen kifli alakú, azt eldobták, és visszajött megvalaszva. Azt Ausztráliából kaptuk kölcsönbe. Hogy hívják azt? Hogy hívják? Hát kifli, hát vagy... Most nem tudom, most a kommunisták után minek nevezik majd el, de... Guberánnak. Guberánk? Guberánk. Így, az lehetett... Milyen ezt, fegyver volt még a hunoknak? Volt kihúzhatós briós, és... És ha jól emlékszem, akkor volt egy szekérlőcs támasztó, és amire ráhúzták az offszert. Na most...
persze, nehogy olyankor süljön el, amikor nem lehet. Tetszik, hogy a coitus interruptum, meg nem tudom mi volt. És akkor... Az egy római hadvezér volt, mi? Így van, vitte a Cézárt elől magán, így rajta. Aztán, ha jól emlékszem, még voltam... De ne tessék azt mondani, hogy nem voltam ott, mert ott voltam. Milyen fegyverük volt a hunok? Kelempász madárkeresőgép, amikor megkereste, akkor megörültek neki, mert ritkán hallottak, hogy kelempász madár. Milyen fegyvere volt a hunoknak? Még egyszer megkérdezem. Tiszteltem, tovább folytatom. Volt egy nagy darab fanyúl. Fanyúl? Igen, mert először zergével próbálkoztam. Zergével? Csak nem szereztek hozzá a zergetollat, pedig az kellett volna. A zergetoll, és a fanyúlba bemásztak, akkor hirtelen hátat fordítottak. Faló, hülye? Nem ettem semmit. És utána a fanyúlak meghúzták a fülét, pocs-pocs, mondta azt hátul, és akkor szembe kapták. És akkor, amire nem is számított a főnök, még volt olyan fegyver, amit el sem merek mondani. Szekérlős tologató, mi? Azt már elmondtam főnök. Elmondtam. Például a fűszermaglövőgét. Ami technikailag kínai specialitás. Kínai specialitás. Igen, mert hirtelen ahogy kilőtték, mindenki ferde szemmel nézett az ellenségre. Nem tudok magában mit csinálni. Világosan elmondtam, mi volt a hunoknak. Lándzsa. Lándzsa, finja, ninja, minden volt neki. Főnök. Hogy jön ide a ninja? Külön vonatta, nehogy felismerjék. Nyíl! Nyúl, nyár! Ne nyomjon! Mibe tartották a hunok a nyílveszőt, kopasz? Tokja volt, főnök! Hogy hívták a tokot? Hát, hogy hívnak egy tokot? Mondta, hogy hívták azt a tokot? Hát, hogy hívják? Na, hogy hívják? Tegez! Basz ki, akkor se tudom! Szevasz! Milyen gratizás? Szevasz, apám! Mi az, hogy szevasz, apám? Hol él maga? Maga emberevő! Maga majmok bolygója, hol él maga? Még se lehet. Miről beszél maga? Ha mi van az én vállapomon? Jelzések. Milyen jelzések? Persze, én megyek Márjan Osztrália, mint turista úgy, mi? Mi ez a három csillag? Három csillag. Mi az? Hát jó konyak. Mi az én megszólításom? Édes öregem, ha már így össze... megisszuk a pertlit, nem? Minek néz maga engem? Hát azt most itt elmondom. Még két hét lenne. Na jó, vigyázz, Bál. Ott állok. Figyelem! Tessék. Jobbra! Arra van, tudom, nem erre. Csak meg akartam kérdezni, hogy arra van-e. Melyik az a mocsok jobb keze, meg a maga X-szávú lavorfejű? Melyik az a mocsok jobb keze? Főnök! Melyik az a mocsok jobb keze? Valaki ütöget hátulról, fedezzem! Tudja, ki fedezze magát hátulról? Az a bábol nagy csődör nagyapukája. Maga idióta. Hány éves volt 6 éves korában? 2! De jó! Vipla. Hát, arany drága szíveim, régen találkoztunk utoljára. Igen, hát volt egy kis ejnye az életemben egészségileg, na de hát, hála jó Istennek, túléltem, hajszál híján. Orvosok mindent elkövettek, tényleg le a kalappal, na rajtam is múlott. Persze, amit fölírtak, nem szedtem be. De naponta háromszor, reggedélbe este, ahogy köl. Pedig ugye akkor még nem volt ilyen orvos választás, mint most. Hát én még a rohadt, telelökött, mocskos, átkos rendszerbe lettem beteg. Hidd el, nem volt más kiút. Hidd el. És erre az intenzívről kijövök, és nézd meg, hát teljesen minden más. Hát ez a mostani karácsony is. Jaj! Hát valaha is volt ennyi ingyen konyha. Gyerekek! Ingyen spejz, meg minden.
használt ruhák, neszenek el. Ahogy kül, meg az a hatalmas nagy szeretet. De bele lehet dögleni, hidd el. Jaj, hát azért csak más, azért csak más. Igen. Tudod, tele voltunk ingyen konyhával. Azt hiszem 10-15 vendéget is vittem. Néhány vacsora meghívást kaptam, és most vissza, neztek, itt van. Zabáljatok, hát nem érdekes. Szóval hála Istennek, jól vagyok. Hát ha nem tartlak fel, akkor az idén még ezt elmesélem, hogy történt. Képzeld, otthon vagyok. Ritka egy pillanat. Na, te ne röhögjél. Szóval otthon vagyok. Teszek, veszek, rakosgatok. Éppen belocsoltam a ruhát. Férfi társaim, így kell, mert az ember mostanában pif-puf az utcára kerül. Vigyázzál. Szóval, hogy el voltam magammal, csöngetnek. Oda megyek az ajtót, open. Az infarktusból ez maradt vissza. Hát, csak úgy nem múlik el. Ja, anyósomtól kérdezték, mi baj volt a Gézának? Mint az Antal kormánynak. Infrastruktúrája volt neked, te beszél már bele. Mama. Na és szóval megyek, az ajtó open nyitva volt. Ott áll két mentős. Te jó Isten, ennyire rosszul lennék? De csak két ilyen kis nyezege, ám nem ilyen rendes, hanem csak ilyen nyezével. És nem ezzel a Caritas merci mentővel jöttek. Azzal a régi szar lengyel nizával, azzal a... Tehát eleve betegnek való. Hát. És azt annak küldi ki, megtudtam, hogy aki még nem dőlt el, hogy megdöglött, vagy nem döglött meg, tudod? Gyorsan beteszek, és így viszik a kórházba. Papa, tartson ki, új rendszer van, hát. Most az elején kinyílik. Na szóval, bejönnek a mentősök. Hát ilyet, azt mondja az egyik. Feküdjön le. Mondom, hogy ilyen könnyen nem kapnak meg. Hát nem is beszélgettünk akkor még. Hát mi a családjáról, gyerekkoráról egy szót nem tudok. Feküdjön le. Nem vagyok én csónakmotor. Úgy értem, hogy Mercury. Fel lehetne gyorsulni. Nem a Mercury. No, ott el vagyunk, aztán kezdtem lefeküdni, már a lábam miatt, úgy nem. Teleraktak ilyen sztereókkal, tudod, drót, agyba, főbe. Indulunk kifele. Na. Fölfogtak, hogy jó. Hát el is engedtem magam, az biztos. Sovány megint röhögte. Ne. Amire én elkezdek fogyni, te már rég emlékmű leszel. Akarod tudni. Az biztos. És a Demszki majd lebontott. A Demszki, persze. Hát én nem értem, amióta kine, ő lett az Atyaisten, egy dolgot csinált, minden autót ellopatott. Tehát ilyet, ez azért nem lenne szabad. Aztán most egy-egy, mert betörtek hozzá is, hát gyerekek. Ilyen az a világ. Na, indulunk kifele, illetve ők indulnak, én meg úgy vagyok. Már kezdtem röhögni. De mit csinált mást infarktus közben? Kezdtem röhögni, mert akkor én már tudtam azt, amit a mentősök még nem. Ugyanis. Dupla ajtónk van, és csak az egyik fele nyílik. Na most képzeld el, ezt akarták kivinni ott így, mint a majtert, így a... Hát, volt küszködés. Na, kicsit azért segítettem, így behúztam, amit lehet. Itt fölül sikerült, derékig. Na most képzeld, adjál már, hadd meséljem el, mi volt a... Látod, milyenek? Kérde, de kérünk, akkor már a gangon vagyunk. Én tovább röhögtem, mert közeledett a lift. Belvárosi lift, hát abból, hogy rendesen,
Tudj, hogyha rám van kötve a hordagy, akkor így állva, így. Egyedül, úgyhogy az rendben van, de így le. Na, várjál, várjál, még most jön a java. Leérünk a mentőautóhoz. Na, ugye. Tetején kacsingatott rendesen. Bontott zászló volt. Régen kibonthatták, mert csak a szára volt. Nyilván bontott, mert elfogyott. Na most, képzeld el, ott vagyunk a mentőnél, anyósom utolért. Hát a két mentős elájult. Hát előtte nem találkoztak. Hát kezdett. Gyorsan belögtem őket a mentőbe, hogy ne hittem, hogy komplikáció lesz. De azt mondja a mama, figyeld, a mama aggódott. Géza, személyazonossági nálad van, mert szokták kérni, hogy az Istenbe zömít. Na, még nincs vége, azt mondja erre. Puszit nem adsz, kész, puszit. Kóma. A kóma asszony is. Na, beérünk az intenzívre. Aranyos, kedves emberek, amíg élek, köszönöm nekik. Remélem, sokáig köszönöm. Képzeld el, hát ilyen attrakciót én még életemben nem láttam. Nővérke azt tudja, de szuperül. Cipő zokni, alsógatya, pantalló, trikó, ing, nyakkendő. Ez van rajtad. Most figyelj. Ez egyszerre lejön rólad. Itt a... És mindjárt tálalva, tessék. Hát én... Ezt én megpróbáltam, most már elárulom, de hát nem sikerült. Az igaz, hogy én szoknyával meg bugyival próbáltam. De valahogy más, annak más a taktikája, vagy nem? Képzeld el, lejött egyik orvos, látogató szerű lehetett, ilyen férfias típus. Hát 50 kilóval volt több, mint én, minimum. És ilyen kis férfias volt, ugye így össze a lábad, és ilyen több combja volt itt lefele. Hozzám szól. De így. Maga túlsúlyos. Én meg ott drótok között így. Mondom, doktor úr, maga meg szép. Hát mit lehet? Világos. Na, utána, képzeld el, jó sorsom úgy hozta, hogy lekerültem a Kecskeméti Repülő Orvosi Kutató Intézetbe. Szuper társaság ott is. Az ember gyógyulni akar, ugye, mindent elkövet, világos. Rám tettek egy ilyen kis Holter Monitor nevű kis gépet, ekkora kis akármi, benne kis magnókazetta, és 40 drót megy a hasadba mindenhova, hogy még belül mozog-e valami. Na, ugye, mint mondtam, gyógyulni akartunk. Kimentünk a kocsmába, képzeld el. Komolyan akartunk gyógyulni, hova menjünk? Kimentünk a tanyacsárdába, az volt legközelebb. Na, kimentünk orvosokkal együtt. Nem lehet inni, felügyelet nélkül. Az orvosoknak, és ez a kis gép. Na jó, van nekik se, na. És ez a gép így a kezemben volt, képzeld el, és mentünk be a csárdába, így nézik, hogy ez meg... Mert én mentem oda már be elég sűrűn, de ilyen hülyeség nem volt nálam. Egész másba kapaszkodtam akkor, de most meg így... Na és odaérek az asztalhoz, ezt a kis gépet rengeteg dróttal lerakom oda a bor mellé, kicsit a bort közelebb, mert ember ételen rosszul van, hát elérje, ugye? Na, mindenki érdeklődött, hogy mi a géz, ófila, egyet. Jön az egyik pincér oda, hogy milyen, azt mondja az orvos neki. Tudja, ez azért van, mert a művész úr már elemről megy. Képzeld el, jaj, de jó. Na, ezt a betegséget, mint kikupálva megtudtam, hogy kirakat betegségnek hívják. Ez azt jelenti, az utcán mész, és ez a így, de ha ez úgy jön, akkor meg kell állni. Illetve nem kell, csak nem tudsz tovább menni.
és ahol vagy, ami elmúlik, kirakatot kell nézni. Miért, amilyen árak vannak, ne viccel. Te is éjszakázhatsz ott, az nem. Na majd ott így, és akkor, tovább. Na most amilyen szerencsém nekem van, a régi király, a régi Majakovszki, azon a régi, na, az a rongyos régi. Na arra, ott megyek, és ez a idő, jött, és a legközelebbi kirakat minimum 50 méterre volt. Odáig traktor nem vissza. Na mindegy, mi jutott nekem? A tűzfal. Ott addig szépen bámultam. Milyen szép, aranyos kis kedves öregasszony. Oda jött így, nézd, látja, hogy hangben szakad lehelek, megszegik, jaj, de művelt vagy. Ezt eddig nem tudtam, most úgy ugorod be. Na és oda jön hozzám, azt mondja, művész úr, mit csinál itt a falnál? Mit csinálnék, te szerencsétlen fugázok, mit csinálnék? Na most, amikor a rosszul lét ott van, akkor elő kell szedni a nitromint sprét, és azzal, hogy... Hát akkor elmúlik. Vagy nem. Ez a nitromint spré. Azt mondta a nővérke, úgy kellett megismerni a kórházba, képzeld el. Olyan mellei, egyszer szóval olyan felső rész, hogy... Nyáron. Szerintem ezért kerültem be az intenzívre nyáron, mert sem eltartó, semmi. Csak az a kis köpeny olyan. És ott ugye el voltam magamba, képzeld a drótok, meg a pitty, a csibegép ment mellettem. És jön a nővérke, és így fölém hajol. Jaj, Úristen, ennek nincs feje. Ugye az ember, mondom, vagy három van, hát ez... Na, ő volt a Helga. Szuper. Képzeld el, úgy ismerkedtünk meg, én ott el voltam a sarokban, hogy jön be a Helga. Na most, hát köztudott dolog, ugye ilyen nagyobb méretű dolgok, azok úgy a maguk útját járják. Hát az övé is úgy ment a maga útján. Na most, amikor be akart fordulni, akkor ilyen volt, hogy ezt meg betegen! Képzeld el! Betegen, hogy úristen, szűnyogok vannak, vagy mi csattant? Na, ő mondta nekem azt, hogy Bikuci! Igen, ezt még úgy vittem a civil életből be. Azt mondja, ide figyeljem! Csak akkor hatásos ez a nitromint spré, hogyha akkor spritzeri a nyelve alá, amikor a nyelve a szájában van. Azt mondja, hogyan? Kis numera virtuóz, hogyan? Ez hogy magyaráz. Különben kimarja a harisnyát. Hogyan? Jaj, na ez a nővérke volt az, hogy kórház, mondom, pitty. Mondom neki, hogy nővérke. Lerohantam. Tudod, férfiasan az ember, a kedvesen rengeteg múlik. Na, nővérke. Kibeszéltem magam egy hétre. De azért csak-csak azért folytattam, hogy nővérke. Mi lesz a szexuális életemmel, hogyha innen kimegyek? Azt mondja a nővér. Ha kimegy. Úgy összemelegedtünk. Jaj. Na, aztán kerültem le Balatonfüredre, a Honvéd szanatóriumba. Ott egy betegtárs ilyen. Szóval megyünk ott a folyosó, megyünk, szóval. Vitték alattunk a szőnyeget, hogy múljon az idő, és így éppen így fogta a belét, azt mondja, hogy vagy. Most vegyem el a kedvét, hát mit lehet ennek.
Mondom, jó. Azt mondja, szuper, ilyen haver lett, aztán... Jézukám! Anyósom olyan beteg, hogy le a kalappal. Hát ez ilyennel igen, hát ez már valami. De egy öreg asszony, van ilyen, hogy mondják ezt, skótzuhany. Ilyen csőrendszer, tele lukkal, és abba az embert beállítják. Na, rá, és jön a forró víz, hogy fölolvadsz. Ha éppen nem mond, ez most már így jó, rá, a hideg, oj, és ez így váltakozik, tudod? Nénikét beállítják, rá, hideg, meleg, azt mondja, néni, kell hülyékit, szív, majd lehet kapni. Ugyancsak a másik ilyen betegtárs, hogy elrohanunk egymás mellett a folyosón, így. Tudod, semmire sincs idő ilyen helyen. Azt mondja, művész úr, de örülök, hogy látom. Sokkal jobban néz ki így, mint élőbe. Hát erre már nem lehet mit tenni. Képzeld el. Jaj. Na most egy ilyen infarktus után az ember átértékeli a dolgokat. Hogy mondják ezt? Életmódváltoztatást vezet be. Hát én is úgy átnéztem, átlapoztam, hogy mégis hát mit kéne másképpen csinálnom, mint eddig. Mit kéne abba hagyni? Az abba marad magától, azzal nincs adminisztráció. Semmi gond. Na és ugye, hogy az ember átgondolja, és akkor hogy mégis hát, hogy próbálgat egy új irányba indulni. Na, ketteske volt mellettem az intenzíven. Egyébként bent megtanultam, hogy azok az orvosok általában sehol, sem nulla. Na, kutyák, semmi, hagyja, ne röjjöttes. És ezek közül kell még majd most választani. Orvosok, se. A betegek. Az igen. Azok mindent tudnak. Tesz le, latinul még nem beszélnek, de egyébként tudhassa, láthassa, nyalhassa, az már így az ő. A betegek, az igen. Valamelyik reggel kicsit későbben kelsz föl, meg is operálnak. Csodák. Na, egy ilyen segített át engem is a holdponton. Ketteske. Vizuális típus vagy, mert... Az a kék lámpa ott úgy éjszaka úgy. Ilyen csönd van. Ketteske fölkelt. Ez még nem lenne baj. Nem tudott róla. Azt mondja a nővérke, nem baj, a kilométer óra be van kapcsolva, úgyhogy nyugodtan csak menjen. Na most jön a borzalom. Tehát homály, kékfény, minden. Jön a ketteske, ilyet ásított, és össze volt csukva a fogsora. Hát ilyet. A hasamra nem jött álom azóta, de hát... Na és ő mondta, hogy művecském, életmódváltoztatás a lényeg, művecském. Szója pörkölt, szója fasírozott, szója kolbász, szója nővérkének, hogy befostam. Úgy össze vagyunk szokva már. Mindenki emlékszik most is, meg akkor. Ez egy ilyen magyar vonás. Igen, mert én amikor... Dehogy te. De azért emlékeznek. Akiről szó van, két emeletes házban lakik, Olga néninek hívják, ilyen hogy mondják, ilyen régi vágású, ilyen szabadság elvtársak, ilyen régi vágású elvtársnő, né, asszony, nő. Nő.
Tabacsá! Úgy utálja a Gorbacsovot, te. Meg a fiát, a Jelcint. Hú. Igen, a szegény öregasszony elgázolta a perestrojka, tudod? Pont a sárhányó csapta pofán, képzeld el, ez nem is gondolt rá. Azt itt a nyugdíjat hozzák, és puf, el is ütötték már. Szabadság, a régi vágás öltet. Négy baloldala van, képzeld el. Azért ez már teljesítmény, négy baloldala van. Olga néni, a régi vágás öltetnő. Olyan régi a vágása, hogy már behegett. Képzeld el? Na, egy másodperc, átváltozom, és jön az Olga néni. Szabadság! Elvtársak, szabadság! Én már megharcoltam a munkás mozgalomba azért, hogy ne legyen minden szabad. Kiengedték a szellemet a palackba, és ezek a piszkosok, szabadság, ezek a mocskok, kiemelték a nyugdíjamat, a kiemelt nyugdíjamat kiemelték, ezek a piszkok. Elvették a önvédelmi pisztolyomat is. De elég nagy szükségem volt rá. Mindig azzal gyújtottam be a gázt. A szomszéd házban. Jövő héten alapozzák negyedszer. Szépfős ház lett. A rohadt macska. 1942-ben Koholt vádak alapján pártutasításra mentem a börtön folyosón, és egyszer csak, illetve csak egyszer elejtettem a vizes kancsót. Jeladás volt az elvtársaknak, hogy arra a napra már nem lesz víz. Mégis a kutya. Amikor, illetve kicsit előbb, a hitlerista, fasiszta, nácista, hitlerista, gimnazista, börtönőr, csak egy pillanatra nem figyelt rájam, én az elvtársak körében a börtönben azonnal nyomban megszerveztem a központi bizottságot póttagokkal együtt. Az elvtársaknak a börtönben fűtőtesten keresztül üzentünk, kopogás volt a jel. Egy kopogás azt jelentette, kurvára bevágtam a könyökömet. A nyulam nincs is. Ezer 43
tele, és 41 nyara között egyszer lába kerültem koholt pártutasításra. Halpakkel Dodó unokabátyával, Spillman Gizivel. Gizit mi a börtönbe egymás közt csak Ferinek hívtuk. Feri, alias Gizi. Gizi nagyon alias volt. Te jó Isten! Szőrös a nyelvem! Hát, majd lenyelek egy zsilettpengét. Ja. Vagy kinyarom a fűnyírót. Hát lehet. ...1942-ben fogolycserére került a sor, rájam esett a választás, és az elvtársak engem cseréltek ki a Szovjetunióval. Én mentem oda, és az oroszok jöttek ide. Közben elterjedt az elvtársak körében, hogy a Feri a börtönben frakciózik. Én meg tudtam, mivel egyszer lábba voltam vele, de Feri nem frakciózik, csak klimaxos. 1942-ben sose felejtem el, Én neki csipetkét szoktam beletenni zöldségzöldjével. Tehát megehetik az eltársak terület a gyereket. Hát arany szíveim, szóval nagyon jó nálunk. Na, legyünk őszintén, nagyon jó. Hát aki nem ezt mondja, hát az valami mást mond. De nagyon jó. Tényleg, szóval, hogy ezt még fokozni, nem hinni. Elején már szó volt az ingyen konyhákról. Nyugdíjas, képzeld el, kevergeti a töltött káposztát. Álmában. Alá akar gyújtani, utolsó szál gyufa leesik. Még az önkormányzat utalta ki neki. Az Isten! Veszi fel a gyufát, puff, a fejét álmába, fejét beveri a kredenc ajtóba, és fölébred. A rohadt anyját miért nem ettem meg hidegen? Jó. És ha belegondolsz, ebbe igen-igen bele lehet fáradni. Potter! Hova tette a biciklit? Milyen biciklit? Hogy milyen biciklit? Nem biciklivel jöttem. Hát mivel jött? Nem vágyal jöttem. Hova tette a biciklit? Ne bohockodjon, mert a negyedik bicikli, amit elvesz ezen a héten. Elvitték a kommunisták. Mit csinálják?
Ne bohóckodjon, maga is az volt. Akkoriban még én is vittem. Ne idegesíjen föl, ne idegeljen föl! Ez vadonatúj bicikli volt, vadonatúj gumi volt rajta. Egyes, mivel nincsen gumi, majd szedtek ilyen gyógyszer. Mi, bekerítek vele egymás fejét, aztán majd ott a... Miről beszél? Miről beszél? Mondom, új gumi volt rajta. Most mit csinál? Új gumi volt, mit csináljak vele? Mivel keneg? Mi? Bekened ezzel a gyógyszerrel, a fejedet, aztán majd állva énekelsz 6 óráig. Miről beszél? Milyen gyógyszerről? Angol énekesről nevezték, ez a Phil Collins. Phil Collins. Micsoda? Éneket, I love you, cickom. Hát ilyen... Ilyen nóta nincsen? Hát ne hülyüljön már meg teljesen. Hogy néz ki maga? Hogy nézek ki? Mint egy hormonzavaros tojás úgy. Miért nem gombolja be az akóját? Nem tudom. Miért nem tudja? Megrágta a szú. Miért? A moly rágja meg a szú, nem rág meg semmit. De mondom, a szú is megnézd meg az ország oldalát. Ham, elég ham. Volt, jó? Fejezze be. Fejezze be, jó? No. A Phil Collins-át is, meg a Him Collins-át is, ezt a hülyeséget fel. Nem kell viccelni ezzel. Na most aztán fejezze be, jó? Én nem... Na most hagyja abba, jó? Aztán be nem fejezem. Engem ne idegeljen föl. Én idegellek azzal, hogy a saját édesapádat 10 év után ismét megpróbálod kivenni a tüéket ülésből, és te azzal engem próbálsz idegelni, hogy én tégedet fölidegellek, amiatt, hogy te engem fölidegelsz, mint én meg föl vagyok idegelve! Na! Vigyázzon, mert tanulás kap, és megválasszák képviselőnek. Maga is nyomogathatja izét a rakétaindítót a parlamentbe. Most majd itt vannak a népek, aztán kezdje már el. Itt ülnek, népek, így van. Ülnek itt, fehér népek, ülnek, a fekete népek ülnek. Hol ülnek itt, fekete népek? Nem itt, Dél-Afrikában ülnek. Bár hiába volt nagy koncert nekik. Nekik is volt fekete népeknek nagy koncert, ott énekelték ezt a... Ezt mondta, I love you, cicko! Fejezze be a hülyeségét! Ott énekelt nekik ez a kínai popstára. Kicsoda? Teng Xiaoxing. Hagyja! Ó, ének... Meg ott volt az a csonthéjas, aki énekeltek a kicsoda? Fekete népek. Kicsoda? Csonthéjas, dupla fedelű, ez a Nelson Mandela. Azt... Mit énekel? Oh, I love you, cicko. Fejezze be, és ott volt mellette az ember, aki beöltözött fekete egyenruhába, meg fejét csík volt a nyakán. Kicsoda? Ez a szemüveges terautósofőr. Állandóan dudált. Kicsoda? Ott volt Dél-Afrika. Desmond Tutu. Az nem Desmond Tutu, az Desmond Tutu. Tutu. Az Desmond Tutu. Tutu, az csak dán írógépen nincsen ékezet. Apuka, most már ne idegeljen föl, melegem, az Desmond Tutu. Az Tutu. Az Tutu. Az a lakat. A lakat az a Tutu. Josip Broz. A Josip Broz az Tito. A Tutu más, meg a Tito is más. Mondom én ének, olasz. Tutu, Coutinho, I love you, Tito. Fejezze be. Honnan veszesz a baromságot, hogy I love you, cicco? Mit énekeltek? I love you, csak azt mondom! Sírbabisz, hagyja abba! Se Tutó, se Totó, se Littó, hagyjon békében! Ne legyél te azért ideges, mert nem tudom, hogy hol vagyok! Hát mi van itt? Ki tudja itt, mi van? Hol van maga? Hol vagy? Hol? Itt vagyok! Itt van! Azt se tudja, milyen rendszerben él. Mi Magyarország államformája? Ilyen rántott húsforma. Mit dumál itt össze? Rántám, mert Olaszország államformája csizma. Ez meg úgy ott van benne. Fejezze be! Nem tudja, hogy milyen államforma van? Ki Magyarország királya? Tordján Jóska. Nem? Adja abba, fejezze be. Na. Milyen, mi van itt most? Hát, nagyon nagy kupi. Az mit? Drága, kicsit koncentráljon. 12 pont. Mi az, hogy 12 pont? Dél van. Én nem azt mondtam, hogy pont 12.
Ha meg kell fordítani, akkor van dél. Jó. Apuka, 12 pont. Jaj, kommunisták hozták, tudod? Micsoda? Pontok voltak, úttörő, ahol tud, lop. Atyádat is, vele barátodat neki méd. Végy két tojást. Micsoda? Hogy jön ide a két tojás? Csak ránéztem a fejed, az a... Ne kezdj el megint a Phil Collinsot, de fejbe verem. Állagyut, nem nincs mondtam. Nincs állagyut, cickom, befejeztem. Nem mondtam állagyut, cickom. Gondolkodjon már egy kicsikét. Hát, mondjon nekem egy most működő pártot. Hát, na. Na. Bár tudna, hogy Duna párt, mi? Na. Na. Mondjon már egy pártot, de mi van most? MDF, SDF, Fidesz. Műszi. Mi az, hogy műszi? Párt? Nem párt. Az nem párt, maga idióta. A műszi az nem párt, az csak szakálas. Fiatal Demokraták Szövetsége a Fidesz, érti már? Jó, új párt! Most csinálta a 29-én jelentette be a rádió, megcsinálta az Alatné Sarolt és az új pártját. Ki? Az Alatnai? Hogyne? A Csicsolinával, mi? Hát lehet, hogy vele. Ezt hol olvasta? Hát ha vele, akkor a Turba. Mit csinál a lovak közt a Csicsolina? Keresi szarva közt a tőgyit. Hát új, gyönyörű nőkkel csinált fiatal pártot, ugye? Ezt egy szavát, pártot. Gyönyörű nőkkel. Menjen, egy szavát nem hiszem. Mi ennek a pártnak a neve? Hát a Független Tyúkok Intézménye. Mi a rövidítése? Fütyi. Na takarodjunk.